csap felett habzik a szán, a zuhany alatt, vagy a kávé után, a kormány mögött, vagy kint az utcán. Télen és nyáron, ha hajnal hasad, ha meló van, vagy csak pirítod a hasad, valami felrász magához húz, lehetsz már kor előtt, vagy egy hiány busz, tudod, ha a helyet, ha robban két szó. Hölgyeim és uraim! Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Újra az éterbe robban Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Itt a Klassz FM-en. 6 óra múlt pontosan 16 perccel. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Feri, hello Jani. Hello. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Kicsit már olyan volt, mint a Kaszatibi, nem? Hogy így együtt kezdjük, aztán lecsengetjük szépen. Nem, a Kaszatibis beköszönésünket nem lehet utolérni. Egyelőre ezt meg is beszéltük kedden, hogy ez gyönyörűen összefogottan lecsengve, és muszáj is, mert utána Tibi jön. Igen, muszáj összehangolni. Gyerekek, olyan hideg van kint, hogy én nem győzöm ezt ragozni, de egy pillanatra kiszálltam a kocsiból, megálltam egy olyan benzinkúton, ami zárva volt. 6 perc után jöttem rá, hogy ez zárva van, majd de tovább mentem. Vagy nem, megálltam, ültem, néztem, hogy sötét van, gondolkoztam, hogy nem minden kút éjjel-nappali, hogy van ez, tudod? És így méláztam, majd rájöttem, hogy senki nincs azon a benzinkúton, ez egy bruttó 8 percembe került, majd egyesbe tettem a gépjárművet, és elindultam, féltem, hogy valaki utánam lő. De fizettél a semmiért? Igen, ezt még itt hagyd el, szevasztok. Mi az, hogy bezárnak a benzinkutak? Ez valami új divat? Nem, hát azért nem 0-24, mint vidéken például, mondjuk tudom, hogy ez nem ott volt, de nálunk úgy kígyósan nincs éjszaka benzinkút, hiszen minek lenne. Nem akartunk az éjszaka, azért van, hogy aludjon az ember, gondolják, ott állunk például a faluban, bezárnak. És akkor azt hiszem reggel 6-kor kinyit, akkor már ugye mocorog a nép, még reggel be tudsz menni egy gyorsítóért valahova, aztán elmész tankolni. És utána elmész tankolni. Jó, csak itt a fővárosban ez olyan ritka. Egyébként igen. Hogy bezár egy kút, és akkor ott ültem, és valahogy aztán hogy nem volt ingerenciám, de mindegy, kiszálltam. De tankolni akartál, vagy vásárolni? Nem, hogy belerakom, néztem, körbe, rájöttem, hogy sötét van, visszaraktam. Lefújtad róla a pókhálót. Ez már én nem azt. Igen, lehet, hogy nem csak éjszakára zárt be. Igen. Na mindegy, és ugye -3, úgyhogy ez most már az a baj, hogy nem vicces, ahogy szoktam volt mondani. Már akinek, mert nálunk -6. Komolyan? Aha. Bizony, én reggel hallgattam a hivatalos nagy magyar rádiót, és ott mondták, hogy fönn ilyen -8 hegyben, vagy a hegytek a tetején. Azért a fönt a Kékesen? Ott, aha. Néztél hójelentést? Most még nem. Nem? De nem, hát most még nincsen hó. Hát most nem volt, nem esett. Nézegettem. Igen, ez igaz, de most nem esett. Most nem esett. Mára mondják, hogy esni fog, és akkor ha esni fog, akkor esni fog. És lesz. Hát ez, ha esni fog, akkor hát lesz. Akkor érted. Na, hát a tegnapi napról egy kevéske információ. Ha, azt akartam kérdezni, hogy hát, mit csináltatok. Vannak fotóink is, majd föl is dobjuk a Facebookra őket. Há, hosszú napunk volt. Hát igen, elég érdekes volt. A Táborfalvi lőtéren tartózkodtunk egy hosszabb ideig, kint a szabadban elsősorban. Az MH25/88-as könnyű vegyes zászlóalj vendégségében tartózkodtunk ott. A és könnyű vegyes az mi, hogy nem 52 fokra főzik, csak 40-re? Igen, egyébként ezt a pointot is konkrétan elnyomták. Tényleg? Tehát valószínűleg kapják is az arcukba rendesen. Hát gyakorlatilag egy elitettségről, a Magyar Honvédség elitettségéről van szó. Általában a külföldi misszióknál ők érkeznek elsőnek, és ők mennek el utolsónak, úgyhogy hát végtelenül profi katonákról van szó, nagyon jól éreztük magunkat, azt el kell mondani, hogy egyáltalán nem volt az a fajta vonalasság, az a fajta elvágólagosság és szűklátókörűség meg kőagyúság, amire egy picit megmondom őszintén, hogy számítottunk. Nagyon lazák voltak, természetesen minden szabályt maximálisan be kellett tartanunk, mert azért mégiscsak egy lőtérről van szó, de nagyon kedvesek voltak, nagyon helyesek voltak, szendvics, hegyek, tea, hegyek. Neked azért ez nagyon fura lett volna, nekem is az volt. Tehát, hogy az egész, nem a szendvics hegyek, hanem az egész katonaság azért egy nagyon fura intézmény, tehát én is nagyon jól éreztem magam, meg lőttük egy csomó mindennel, meg jó volt, de ezt nem tudod megszokni. Amikor... Engedélyt kérek behajtásra. Amikor valaki megkérdez valakit, hogy Gábor, a fegyverek rendben vannak, parancs, a fegyverek rendben vannak, nem tudom, Béla, adtunk teát a stábnak, parancs, jelentkezem, adtunk.
És közben a Janék elmagyarázták nekem, hogy nyilván ennek értelme funkciója. Rendben van, ezt nem tudod megszokni. De miért? Miért nem szólhat? De Gábor, te átadtunk a stábnak. Miért nem lehet azt mondani, igen, Zoltán, adtunk. Tehát igen. Miért kell azt mondani, hogy 1100-es részete jelentem, nem. A teát odaadtuk, mindenki nem. Megint a pisilni kimentek. Egy gondolod a dolgot. Ez kézzel nem volt, de nem, majd mit tudom én, az AK-47-es géppisztolyt elmagyarázzam majd nekik, elmagyarázzam majd őknek, Péter, parancs! És Péter nem szólal meg, csak hogy hallja a nevét, kimondja, hogy parancs. Aha. Ezeket nagyon fura volt így megszokni, aztán ennek nyilván célja és értelme van az együttmozdulás. Janék elmondták, hogy ez beléd vésődjő, hogy együtt kell mozogni, reagálni kell, teljesíteni kell a parancsod, de számomra ez egy teljesen értelmezhetetlen. De megjelent, hogy azért a kereskedelmi tévéstábot megjelent, és hát ugye nem mindent tudtak úgy értelmezni, ahogy kell az egység parancsok helyetteshez, Pintér Ferenc, az ezredeshez rögtön, Feri őrmester, persze, összevisze mindenki mindent mondott természetesen. 10.000, 100.000-es, persze. Semmi tekintélytisztelet nem volt. Meg hát nem is tudta a vastárnak a nagy része, persze. Volt, van tekintélytisztelet. Nyilván nem tudta beazonosítani, hogy ki kicsoda, ki micsoda, mindenki. Az a zöldcsapkás srác, az menjél már oda. Ja, igen, mindenki ő egyébként hogy hívják, a parancsok helyettes tőled, mégiscsak így alezredes. Nem érdekes, na, szóljatok neki, hogy a Janinak hoznak még egy bukót, nem bukó, rohams. Igen. Mondjuk a Puskás részlegnél, és ezen nyilván megint kihúzom a gyufát, hogy így mondom, hogy Puskás. Tehát ott megértem, hogy ott marha nagy szigor van. Tehát azért ott emberélet kioltására alkalmas eszközök Sebestyén Balázs kezében, az nagyon nagy veszélyfaktor. Tehát ott én megértem, hogy az van, hogy igenis, parancs, értettem, de hogy tehát a teját kihozta-e, parancsulom, értettem, az ne jó, de az a teja fegyver volt, ha itt volna bele. Ne, úgyis nem. Minden nagyon finom volt, minden nagyon jó. Figyelj, lőttünk akár 47-esen, mondja. Nem? 63-assal. 63-assal. Mert az nagyobb, mint a 47-es. Gépkarabé. Tárgyi tévedés. Gépkarabé. Így van. Azt mondja, hogy AK-63-as gépkarabéjjal kipróbálhattuk a Gepard M1-es romboló puskát, ami azért... Az mit viszelt bármit? Hát, páncélozott járműveket. Figyelj, akkor átűnt, olyan hangja van. Befeküdtem a Jani mellé, ahogy lőtt a puskával, befogtam a fülem, beleszorítottam a fejemet a földbe, mert annyira féltem, hogy mi lesz, mert mondták, hogy nagyon-nagyon szó, mondták, hogy nyisd ki a szádat. Mert be van csukva a szád, akkor kicsit megnyomódik a dobhártyát. Ha fekszel a puska, és meg ezt így hallottam, be volt dugva ilyen fül, nem tudom mivel a fül, és kiabáltak, hogy nyisd ki a szád! Igen, és Jézus, milyen mozsárágyú vagy mire? Kinyitottam a számot, Jani lőtt, és kézzel a lökés hullám az így átmegy rajtad. Mesterlövész puska, aha, le kell hozzá feküdni, olyan tényleg, mint a filmekben, amikor meg akarják ölni az Amerikai Egyesült Államok elnökét, két lábon áll, hosszú puska, befekszel mögé, távcső, becélzol, de nem olyan, mint egy kis vadászfegyver, páncélozott járműveket visznek át, Jézus, ekkora tölténnyel. Akkor meg ilyen kis beton sárkányfogakat. Hát figyelj, nagyon jó. Azt nem mondjuk meg, hogy mi volt a célpont, mert ez legyen egy előre titok, de égett rendesen, és hát rálőszed, és átviszi. Tehát átvitta. Egy viszonylag széles tárról beszélünk, majd meglátjátok a műsorban. Hát nagyon nagy volt, de nyilván a legélvezetesebb része a dolognak az volt, amikor pityúzhattunk, amikor megszartunk mindent, mindennel, mert volt egy PKMG puska is azért oda készítve a biztonság kedvéért, és ott térdeltünk, guggoltunk, feküdtünk egymással, egymás mellett, nem egymással, még mielőtt tovább gondolná valaki a dolgot, és hát azért ott volt élvezet az arcokon. Szivattak benneteket legalább? Igen. Én elhagytam a hátizsákomat, persze, és beleraktak kettő darab féltéglát. Vigyél csak kettő órán keresztül cipeltem, és nem értettem, hogy az Isten tettek ebbe, ami ilyen rohadt nehéz. Mondták, hogy hát figyeld, vagy rájössz, vagy viszed a táskádat alapból, vagy megszívod. Beleraktak két ekkora téglát, ugyanis valahol ott hagytam a táskámat. És mondták, igen, ott hagyja, igen, akkor vigyed. Te figyelj, ezek nem Balázs téglai voltak, de rakjuk már bele. Nehogy elveszíts, nehogy hiányozzon neki. Jaj, na fura ez a táska van, ez nem volt ilyen nehéz, hogy Jani belerakott valamit, vagy mi az Isten van, és akkor kidőtt, na a táska, jó, mi, na, nem is nézted meg, nem nézted, ne, ekkora téglákat. Katona humor. Imádták. Ugye maga az anyag arról szól, hogy Jani, aki volt katona, és én, aki nem, engem majd ő most kiképez, tudod. Belőle előtör az állat, én meg szolgasorsban fekvő támozók a kifutó, fel kellett vagy készíteni, vagy milyen... egy esetleges Pápua Új-Guineai agresszió esetén neki is azért ott kell lenni majd az első sorban. De egyébként tök jól állta a sarat.
nagyon működött. Sport, a sport, a tenisz mindenre jó. Látod? Így van. Ebből is látszik, hogy ne sorkatona legyél, hanem teniszező. Többet is keresel, meg látod, jó is a kondíció. Mindenre jó. Egyébként tiszteletetekre belenéztem tegnap egy ilyen műsorba, ami ilyen katonás, illetve az tekes volt, a Hesna volt benne a teknél. Ott olyan kiképzés volt, és nagyon szorítottam, hogy nektek is legyen, hogy hátul összekötik a kezed, meg a két lábad, és beledobnak egy 3 méteres medencébe. Már hogy mélységre 3 méter. És akkor így az a kiképzés, hogy összekötött kézzel, és hátul összekötött, már hátul összekötött kézzel és lábbal, ússzál le 2x500 méter. Hülye vagy? És megcsinálták. Atya Isten. Megcsinálták, más szemmel nézek a tekesekre, eddig is szerettem őket távolról, és nem akarom, hogy bejöjjenek ide vagy bárhova. Gyerekek, olyan kiképzés volt, hogy így nem hitted el. Nem hitted el. Tudtuk, hogy... De én azt hittem, hogy ez kicsit lazább tekesnek lenni. Bedobják őket úgy a vízbe? Igen. Össze van kötve a lábad, hátul a kezed, és akkor ússzál ki. És nem egy, tehát nem úgy csak fölúszol a 3 méterről is. Igen, mert amíg veszel egy nagy levegőt, a levegő még fölhoz, de hát utána azért kezdj el úszni. Na most ugyanilyen hosszokat úszol. És ilyen delfin mozgásban? Vagy hátra megvan a technika, tehát ha összekötöd a kezem, most meg ki tudok úszni. Ja, hogy megfordulsz, hátra fordulsz, és aha, akkor nagy levegő és a lábadat tudod mozgatni. Aha. Na most ugyanilyen jellegű vízi kiképzés természetesen a 88-asoknál is van. Ők azok, akik igen, akiknél tegnap voltunk, tehát hogy ők is gyakorlatilag ezt tolják. Ezt tolják hosszú-hosszú hónapokon, éveken keresztül. Nagyon kemény. És mondom, mindenhol ott voltak. Mindenhol, ahol volt kint külföldi magyar misszió, Cipruson, Afganisztánban, a délszláv háború egykori helyszínein, stb. Azt tehát, mondtad, hogy Irakban... ők mennek először, ők jönnek vissza utoljára, ők ilyen biztosító. Nem, ők azért vannak ott, mert ők a legjobbak. Ők a legjobbak. Tehát, hogy... A könnyített feles? Az a nevük, ugye? Igen, vegyes, nem, vegyes feles. 25-88-as. Igen, könnyű, vegyes. Végtelen profik. Beszélgetünk volt azért egy-két katonaviselt ember is közöttünk, és olyanok is, akik így erősen érdeklődnek, így legalábbis így amennyire egy civil érdeklődött a téma iránt. A katonaság, meg a honvédség, meg a fegyveres erők iránt, és hát azt állapítottuk meg, hogy így rájuk néztünk, és hála Istennek nem azt kaptuk, amit vártunk, meg amire emlékeztünk, tehát nem az egyébként nagyon kedves, tömött bajuszú, kicsit joviális külsejű, kicsit erőt, egészséget, Fóka! Igen, típusú nem katonákat voltak egyébként a magyar néphadseregből, hanem... Én így mentem oda, mondom, Jani, ott nekem, ott valaki ezt elkezdi, egészséget, mondjuk konkrétan így vártak. Támadása mindig kész, vagy mit kell? Mondom, jó napot kívánok, bevetésre kész. Mondom, üdvözlöm, hello, mondom, Sebesse. Bevetésre kész. Mondom, Sebesse vagyok, bevetésre kész. Mondom, elrontottam valamit, vagy más, akkor mondta, elmondták, hogy azért kiabálnak, mert így kell köszönni az osztagnál. És oda, hogy te belépsz, te már tudod, osztagba vagy, meg mit tudom, alakulatba vagy, te már akkor bevetésre kész. És mit mondasz a bevetésre kész? Én azt mondom, hogy ma valami mosdó, mert pisilni. Igen. Mondom, egyébként megráltam ide a fűre az autóval, hogy kicsit jó helyen vagyok, és meg nyugodtan maradjak. Tiszta szívből gratulált mindenkinek ehhez, Balázs. Tehát, hogy nagyon örül. És mert nem az a típus vagyok, aki én is elkezdek. Igen. Igen, sziasztok, ez nagyon jó, amit mondasz. Egy mosdót tudnál nekem mutatni, hogy hol van? De értem, hogy itt kiabálsz, csak léci nagyon, mert nagyon kepisiem, ha mutass már egy mosdót. Tehát körülbelül így volt. De János imádta, ő lubickolt tényleg ebben. Hát és csak náluk köszönnek egyébként így. Tehát aha, az is jelzi, hogy ők egy picit különlegesek. Ja, tehát ezt kitalálták így maguknak, átverték a vezetőséget, és akkor a feles csapat így egy kicsit még jobb lett. Mondjuk inkább úgy, hogy kiérdemelték, hogy ők másképp köszönhessenek. Aha. Tehát én nem köszönhetnék más, hogyha mondjuk katona lennék. Nem, de viszont hárman mögé feküdhetnének, és felállíthatnának mögé egy PKM-gépuskát, és védhetnék az állást. Feri, minket a seregben megzabálnának. Biztos. Hát, az biztos. Hát biztos. Mi volt a legjobb pillanat tegnap? Az a menetel. Az őszinteséget, én most hírek. Mikor beülhetünk a kocsiba. Mi volt a legjobb? Én megmondom őszintén, két nagyon jó pillanat volt, mikor egy a típusú rábával mentünk, 7000-es, 8000-es dízelmotor brutál nagy kerekekkel elülülni, és volt bent egy olyan walkie-talkie, amivel az összes rábának meg mennek tudtunk walkie-talkizni, és körbe walkie-talkiztunk mindenkit. Hessler-ezredes, különböző filmekben néztünk, imádtuk. Nagyon jó volt. A másik hatalmas, nagy, mit tudom, ilyen 16 tonnás autó jött mögöttünk, onnan válaszoltak. A műsor egyik szerkesztője. A lövés nagyon jó volt, meg mi volt még a jó? Mert az alakulatozás is jó volt, szóval az egész jó volt. Igen, ezért az arcokat érdemes lett volna nézni a hivatásos katonák, illetve a szerződésesek arcát, amikor egyszer csak a hangszóróval felhangzott Nagy Imre 56-os beszéde szó szerint, tudod, mert hogy a Gábor a másik autóból
csapataink harcban állnak. Ez jó volt, jó volt. De szerintem nekik is jó volt, hogy egy kicsit a, mondjuk így a fegyelem mellé bekúszott, egy kicsit ez a fegyelmezetlenség, ez a szórakoztató fegyelmezetlenség. Mert azért ők így a napi rutinból valószínűleg így úgy tolják ezt reggeltől estig, hogy néha nem árt nekik sem, hogy egy kicsit lazíthatnak. Igen, úgyhogy, de nagyon jól érezték magunkat, és nagyon szépen köszönjük nekik, hogy a segítségünkre voltak, egy kicsit belebújhattunk az angyal bőrbe. Nagyon vicces volt, volt ott egy alezredes, és de alig merik megszólítani, tehát mint a tűztől, tudod, tehát alezredes úr. Igen. Mondom, őt ott hogy hívják? Mert hogy egy fiatal srác, egy... Hogy látom. Ő alezredes úr. Mondom, nem kiabáltok így utána, hogy alezredes úr. Mondom, mi a neve? Feri. Feri? Mondom, Ferkó vagy Feri? Nem. Peter Ferenc alezredes úr. Vagy nem tudom, milyen Feri. Nem, mondom, Feri, Ferkó? Mondom, utána kiabálok már, jöjjön már vissza, mert mennünk kéne. Hát nem lehet utána kiabálni. Hát az alezredes úr elmegy, a terepet fel a szemben, elvitt a Janit. Miért nem lehet utána kiabálni? Lehet, hogy tiszteli. Nem, ott nincs, hogy Feri, gyere vissza. Aha. Tudod, hát egy katona, vagy közeim, mit tudom, egy tizedes, nem tudom, hogy olyan, az alezredes nem mondhatják. Feri, gyere már vissza, hova mész, mert idő már mindjárt lemegy a nap, kéne menni forgatni. Mondom, Feri, mondom, Jani, gyertek már vissza, mondom, létsz, mert mennünk kéne forgatni. Csak így át mellett, lesápolodok. Nem, mert ők ezt nem értik. Tehát ahogy mi se értjük azt, hogy neki jé, miért alezredes, nem értik, hogy én miért kiabálok oda, hogy Feri, egy korunkbéli. Tehát egy nagyon jó Feri, gyere már vissza, létsz, mert megy le a nap, mondom, Jani, gyertek már, te is elmentetek terepszemlétből a pusztába, tudod, elvonultak. A lezredes úr meg akartam mutatni, hogy merre megyünk majd a barkazzal, vagy az uvazzal. 88-as részéről Bintér Ferenc, az eltelt akkor részéről Sebestyén. Ferikém, csapja bele! A lezredes úr! Tehát ilyen meglehetősen betartják a szabályokat, de hát nyilván ettől működik, meg ez kell ahhoz, hogy azért ott reggel 5 órakor bemondják, hogy háború van, akkor mindenki egységként reagáljon. Meg azért az nem egy rossz pillanat is, aki mondjuk így volt katona egyrészt, másrészt, hogy vonzódik az ilyen dolgok iránt, azért azt valószínűleg cserélt volna nekünk, amikor megkérdeztem, hogy és mennyit tudunk majd lőni? Amennyit akartam. Bármennyit. Ja, igen, tényleg, azért ezt nem honvédségnél nem nagyon hangzik el ez a mondat, bármennyit. Mennyi össze van? Bármeddig lőhetsz 9-ig. Nem, ahogy időben, igen, persze 9 lőszerig. Tehát az én 9 lőszeremhez képest tényleg, amit itt most tegnap itt szétszórtunk. Mert csak úgy lehet jó, tehát azt azért mondjuk meg, hogy az ugye? Igen. Tehát az csak igen. Akkor lesz ilyen jó valamiben. A tudás anyja, ugye, a gyakorlás. És mivel gyakorolsz, érted, nem kövekkel dobálod a célpontot. Jól van, hogy állunk játékkal? A 2-1-re vezetnek még a hallgatók. Tehát ha ma bukunk, akkor elbuktuk. Hát most, na és, volt már olyan, a múlt heti 5-0-ánkat, azt ne felejtsük el, az legyünk igaz. Arra büszkék. Ez igaz, jó, hogy mondod. Ennyi. Jó, hogy mondod. Fél hét múlt pontosan 2 perccel csak igazán durván arcoskodó, bátor, szemtelen, szemétkedő SMS-ekre vagyunk hajlandóak reagálni, mert csak olyanokkal játszunk, akiket nehéz legyőzni, hogy ne az legyen, hogy megint gyereket, idős nőt, vagy újszülöttet vertünk meg, jó? Úgyhogy lehet jelentkezni SMS-ben, mi pedig jövünk. Aha, kicsit más így. 7 perc van pontosan, 7 óra, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Feri, hello Jani, hello. Sziasztok, drága hallgatók. Jó reggelt. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Azt mondja, hogy vannak friss közlekedési híreink. Most állt ki a trafi alsóörsön a vasútállomás, az a 71-es főútra, Dodesz küldte nekünk. Valamint harmadik kerület Batthyány utcánál az Árpád híd felé autózókat fogják most mérni ebben a pillanatban. Most állt fel a trafi, Szentendrei bevezető út. Vezetek, azért tudtam csak így írni, Joe. Hát nem volt egyszerű, de átkonvertáltam gyorsan, olvasás közben. 61-es úton 117-es, 119-es kilométer között a Toponari felüljárón útfelmarás és aszfaltozás, és a kitáblázás hiányos, ez pedig Olpi küldte nekünk, köszönjük szépen. Na, játéka, mi a helyzet? 2-1, nekik. Igen. Nekik, akik olyanokat írnak, hogy most már szerintem a számítógépünk is csak pironkodva meri kiírni az SMS-eket. Csúnya arcoskodás, nagyon erős bántás, igen, ezt kapjuk? Igen. Pici enyhe elszemtelenedést érjük az SMS-ek hangvételében. Ja, ha ma kikapunk, akkor erre tulajdonképpen okunk van. Igen. Nem? Igen. Tehát, hogy ezzel nincsen semmi baj. Jó, na megnézzük akkor. Anna, valami olyasmit választottál? Nagyon bátor, nagyon arcoskodó? Igen? Hát kíváncsi vagyok. Hogy játszottunk hétfőn?
volt Jani, a Jani, én, aztán voltam én. Feri, igen. Igen, és aztán voltál te tegnap. Igen, és így lett végül is 2-1. Igen. Igen? Igen. Ja, Jani is kibírta az egy percet, én nem, én durrantottam be egy nemet, de észre se vettük. Tehát nagyon profik voltunk, és utána te pedig egy darab szíjával hát ott, nyírtál ki. Igen, ott Zsuzsi volt. Zsuzsi, igen, ott nem én voltam, ugye Zsuzsi játszott nagyon jól. Na, hát akkor megnézzük, hogy ki a mai játékosunk. A Verhetetlen Rádiós Trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, egy hallgató és egyetlen szabály. A Morning Show arénájában Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc és Vadon János várják az új kihívókat. A csatát 4 tiltott szó dönti el. Fekete, fehér, igen, nem. Készen állsz rá? Jól gondolt meg a válasz. Halló, jó reggel! Jó reggel, sziasztok! Hello! Hogy hívnak? Dénes vagyok, ha minden igaz. Hello, Dénes! Hajajajajaj! Dénes, honnan hívsz minket? Hát kérlek szépen, úton vagyok éppen Pestről, Esztergom felé. Pestről, Esztergom felé. Hmm. Jó játékos vagy? Nem. Ah, ez király. Na. Ez próbálom minden... elaltatni a figyelmet. Igen, kiváló játékos választottál annak, aki ezt így beismeri, már az nekünk nagyon jó. De jó, de jól taktikázik, mert hogyha ha megver minket esetleg, ami nyilván nem következhet be, akkor egy olyan játékos vert meg minket, aki saját bevásárló szerint semmi játszik jól. Ha viszont legyőzzük, akkor meg ugye ő előre megmondta, hogy nem jó játékos. Tehát ő mindenképpen jól jön ki ebből a dologból, nem tudom, figyelitek? Igen. Ez egy erős fegyvertény, így van. Nagyon jó. Na jó. Oké, kivel szeretné játszani, miért pont Janival? Hát az a helyzet, hogy azért nem, mert egyedül ő volt katona, hogy a két kopasz közül Balást választanám. Bocsánat, csak mondom, hogy van itt még egy nagyon kopasz. Már hogy nem úgy kopasz. Két kopasz, de téged választ. Figyelj, de várjál, Balázs tegnap óta tiszteletbeli könnyű vegyes. Igen, engem tegnap felavattak. Ajánlanék itt valakit, aki nagyon jókedvű, nagyon vidám, és szintén nem volt katona, nem? Nem de ez vagy te? Valahogy úgy érzem, téged jobban meg tudlak majd döbbenteni a honvédségi sztorikkal. Szerintem gyönyörű választás, nagyon jó lesz. Jó, na nézzük meg akkor, mire megyünk egymással, jó? Oké. Mehetünk, Dénes? Hajrá! Oké, Jani? Kiadom a tűzparancsot. 3, 2, 1, fire! Jó reggelt, Balázs! Jó reggelt! Szeretnélek elvinni téged majd abba az ezredbe, ahol én is szolgáltam. Abba az ezredbe, ahol te is szolgáltál? Hogy ne mennék el? Persze, persze, hogy elmegyek. Szuper. Akkor majd mesélek neked egy csomó olyan dolgot. Te voltál katona? Voltam. Mennyi ideig? Még 9 hónapig vagy egy évig? Egy évig. Egy évig szeretted? Egy évig, így van. Kifejezettem. Oda voltam érte. Mit csináltál? Főleg az éjszakai sikamikákért a vizes blokkban. Voltak éjszakai sikamikák? Ha, hogy? Hogy ne lettek mi volna? Voltál a seregnél? Mit csináltál? Tényleg szépen a javító ezrednél voltam sofőr. Sofőr? De sajnos ez keveset mond el arról, hogy hogy is mentek ezek a dolgok. Sok benzint loptatok meg? Ez az éjszakai sikamika, ez kénsavval történt, úgyhogy reggelre kevés ruha maradt rajtunk. Sok benzint loptatok meg, gázolajat? Egyáltalán. Egyáltalán. Kevésbé voltunk ilyenek. Nátok loptat? Nagy a baj. Ti meg csak vettetek. Nagy a baj! Nem bírtam vele, gyerekek, mindent megtettem, nem bírtam vele. Nem, fegyelmezett katona. Ügyes voltál, jól játszottál egyébként, tényleg. Végére egy kicsit behúztam a kézifékem, de sajnos az már fárasztó volt, de azért remélem sikerült. Igen. Mondjátok. Dénes, abszolút sikerült olyannyira, hogy tulajdonképpen megvan az ajándékcsomag. Fáj, de odaadjuk, nem tudunk mit csinálni. Nem mondta ki? Nem, én úgy figyeltem, hogy... Anna, bele lehet szuszakolni valahol egy kicsi utómunkával. A tegnapi nemet, igaz, hogy női hang, de bele tudod-e rakni az anyagba. Hazudj bele valamit, Anna. Dénes, megvan az ajándékcsomagod, ügyes voltál, küldjük neked, jó? Oké, köszönöm szépen. Ezzel mintegy egyébként tönkretetted az egész hetünket, de téged egyáltalán ne furdalja le. Persze, persze. Ez volt a cél, úgyhogy nem is furdal. Ja. Köszönöm szépen. Köszi, Dénes, ciao. Köszi, sziasztok. Hello, ciao. Bocs, srácok, hát nem tudtam mit, tényleg megpróbáltam, küzdöttem, férfias a helyt álltam, érted? Ezt most nem tudtam mit csinálni.
Hát mindegy, ez van. Rajta úszott el az egész látható. Hát. Ennyit tönkretette a hetünket. Mm. Még itt vissza lehetett volna. Igazából hozni. Csak beállt a sorba. Igazi csapatjátékos. Radékok. 3-1, jól van, na szép volt, jól van, mondjuk ki, ügyesek vagytok, na jól van, jól van. Ja, azért ne dicsérjük túl. Baktyúk is találsz. Mennyi volt a múlt héten, Feri? Mennyi volt a múlt héten? 5-0, ugye? Ha, most ez akkor egyszer belefér. Emlékeztek, ugye? Amikor meg mi vertünk el benneteket. Mennyire szánalmas. De gyomorultak vagyunk. 5-0 volt a múlt héten, 5-0 volt. Felejtsétek el a múlt hetet. Így van. Egyszer-egyszer mi is hibázhatunk. Mindent tőlünk tanultatok. Na jó van. 7 óra van, pontosan jönnek a hírek, aztán itt vagyunk mi is. Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. 7 óra volt pontosan, 16 perce. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Jani, hello Feri, hello, drága hallgatók. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. Egy jó Bon Jovi, Jani, nem táncoltál? Hát mert más ismeri ezt a dalt. Igen. Régóta és sokszor, de szívemélyen örült neki. Én láttam, több hogy oka is van. A szemében. Mondhatnám. De örültem neki, nagyon örültem neki. Jó ez így reggelenként, egy kis húzós soft rock. Jó, egyébként igen, igen. Jó más hallgatni, nagyon örültünk neki. Soft rock, nem? Ugye ez? Hát, igen. Ez erősen soft rock, de jó volt. Na, kora reggel van, közlekedési híreink is vannak. Trafi az M35-ösön, Hajdúböszörménynél Pest felé, a 19-es kilométernél, ezt Hari küldte nekünk. M1-es, 95-ös kilométer Bécs felé, kamion az árokban, még nincs torlódás. Aztán... be tudnátok mondani, hogy tud-e valaki valamit az M5 mellett lehullott meteorról? Szeretnék többet megtudni róla, ha lehet. Hát most két meteor ügy van. Az egyik az nagyon közel, hát ugye ilyen csillagászati léptékkel nagyon közel megy a naphoz. Ez valami IOSN, nem tudom pontosan a nevét. Ő látható. Az üstökös, igen. Igen, napközben is. Hát ez az a baj, hogy a köztudatban ez az üstökös meteor, ez egy szerintem kavargó dolog, és most van egy másik is. Igen. És hogy lehet, hogy azt láttad. Valami, hát abban, hogy az M5-ös fölött volt, az valószínűleg csak így felvillant, egy ilyen meteorit, nem? Így bevillant. Tehát ezt az üstököt, ez már látható szabad szemmel? 28-ától látható, és jön a másik, és az meg év végéig lesz. Éjszaka. A nagy medve alatt, ahogy mi hívjuk, a göncöl szekér akkor alatt. Akkor mától látható. 28-a? Aha. Igen, az ma van akkor. Akkor ma látható. Azt akkor kimegyek, megnézem. Még hogy szerencsénk lesz, igen. Ma reggel például nagyon szép csillagos ég volt. Hát igen, csak ha felhős lesz az ég, mert hogy egyébként mára mondanánk egy kis felhősödést, akkor abból nem sok látszik majd. Hát ha nem a házatok fölött húz el. Oda kértük. Nem volt olcsó, de a gyerek mondta szeretné egy ilyet látni, úgyhogy oda kértük. Na, azt mondja, hogy még egy közlekedés, kamion az M1-esen, román kamion, az M1-esen nem, a 92-esen, hanem, te jó Isten, nem, furán van megírva. A 96-os körnél hever a fűben, amúgy az M1-es Budapest Győr tiszta ütv Tibi. Nem elég, hogy késnek a vonatok a Veresegyházi vonalon, de még a vasúti sorompót sem nyitják. Jött egy üzenet nekünk a MÁV-tól, minden reggel üzennek nekünk, annyira helyesen. Nagyon rendesek. Gyerekek, ez a Kalavec Imre hallgat minket. A MÁV Inform ügyeletesen minden reggel információval lát el bennünket. Imre, köszönjük. De csak, tehát úgy jön nekünk, hogy a Klassz FM reggeli műsora részére, így van címezve? Így. Abszolút. Tisztelt szerkesztőség, a MÁV Inform tájékoztatja a rádió reggeli műsorának hallgatóit. Ennyi. Na, most akkor szerintem teszteljük le, hogy valójában nekünk küldje személyesen. Legyen a következő levelének az a megszólítása, vagy megszólítási formája, hogy zsiványok. Jó, Imre, hallgat minket, csak annyit küldj, hogy hallgatlak benneteket, zsiványok. De utálom ezt a szót, zsiványok. Azt mondja, hogy de üzent is, az Angyalföld és Rákospalota Újpest között a körvasúti szakaszon egy tehervonat vesztegel műszaki hiba miatt. Ez ugyan nem érinti a személyvonatok közlekedését, de az arra utazók készüljenek, hogy a pályaszakaszon található két vasúti átjárót is elzárja a vonat. Aha. Ezek nagyforgalmú átjárók, de mégis aki ezzel a helyzettel találkozik, ott inkább más útvonalon autózzon. Nincsenek nagyobb késések, ezt cáfolhatják a hallgatóink. Csupán a Budapest-Veresegyház Vácrátót közötti személyvonatoknál vannak 15-20 perces késések. A vonal egyvágányú, és egy kicsit többet kell várakozni. Kavalec Imre, a MÁV Inform ügyeletese. Tehát azt mondja Imre ma reggel, csütörtökön, november 20, nem tudom hanyadikán, 9-8-án, hogy nincs több 15-20 perces késésnél. Ez forró pite, ha most több elemény, és most a hallgatók elkezdenek írogatni. Imre, szeretünk, hogy írogatsz nekünk, ezt nagyon köszönjük, de ez most meleg. Mert ezt tudják cáfolni. De ha nincs,
akkor nem fognak SMS-ek jönni. Akkor tök jó. De zsíványok. Így kezdődjön az üzenem. A következő levél zsíványokkal jöjjön, igen. Na. A BKK-nak a Facebook oldalán is van egy friss információ. A H6-os hév, tudjátok, ugye ez az, ami a Kőzvágóhidon ér véget, vagy ott van az egyik végállomása. Ez most jelenleg nem közlekedik, helyette a Sziget-Szent Miklós gyártelep és a Ráckeve között jelenleg pótló buszok közlekednek. Köszönjük, János. Köszönjük, Ülbet. BKK. Amerika. Na. Győzik-e sikereit megirigyelve, hallottátok a történetet? Hát erről beszéljünk egy mondatot. Melyik sikerét? Ismét vannak? Igen, hogy tisztázzunk már valamit. Megirigyelt egy győző sikerét, aki ugye megrendezte, mármint a győző testvére Gáspár Zsolt, megirigyelte győző rendezői sikereit, aki ugye vadul szervezi a Rómeó és Júlia Róma változatát. Rómeó és Júlia. Aha. Igen. Ugye erről beszéltünk. Ezt tudjuk, ez jó, jó is lesz. És kiderült, hogy a testvére belekezd a Titanic újraértelmezésébe. Hát, Zsolti, nagy fába vágtad a fejszédet. A Titanic újraértelmezésébe kezdő bele. Zsolti vajon tudja, hogy ez egy olyan sztori, ami nem ért véget egyértelmű happy enddel? Várjál, hát nem biztos, hát most attól még meg lehet fordítani a történelem szekerét, de ez film lesz, vagy színházi előadás? Azt nem tudjuk, ugye? Ez egy jó kérdés. Vagy lehet, hogy minden előbb az egyik, aztán abból a másik. Na, mindjárt meg, mindjárt meg. Kérdezem, szerintem film. Aha. Vagy lehet, hogy nincs meg neki az eredeti sztori. Lehet, hogy, mert azt láttam így a tévében, hogy a testnevelés órákat annak idején hanyagolta, de lehet, hogy a történelem órákról is kimaradozott. Várj, nyilatkozik, elmondom, mit mondott. Győző Róma, Rómeó és Júliája után én egy Titanicot fogok megrendezni. Én egy Titanicot. Egy Titanicot. Győzőtől ellestem a dolgokat most. Az lesz az újítás, hogy közmunkásokkal szervezem meg, mert ilyen még nem volt. Adunk nekik lehetőséget, hogy szerepeljenek, és ne csak gerebézzenek a közmunkában. Meg hát nincs gázsi. Igen. A történet, igen, nincs gázsi. A történetbe is belenyúlok, csak romák lesznek a Titanicon. Aha. Muzsikálnak minden. Nem lesz tragédia, a tragédiával nem foglalkozunk. Nagyon jó. Csak a pozitív oldalát. Tehát tulajdonképpen a pozitív oldalat próbálják kihangsúlyozni, bár ebben a történetben igazából nem volt sok, csak az két nap, amíg ment a hajó. Ők a tragédiával nem foglalkoznak, szellemes egyébként, nagyon helyes. Nem lesz tragédia, a tragédiával nem foglalkozunk, csak azzal, hogy teljes csillogás menjen le. Menjen le. Az, hogy menjen le. Tehát, hogy az mit jelent, hogy teljes csillogás menjen le? Tehát teljes csillogás érjen be a New York-i kikötőbe, aha, vagy amikor süllyed, még akkor is bulizzanak egy ilyen tenger alattjáról. Nem, nincs süllyedés. Ja, de nincs süllyedés. Az nincs süllyedés. Vagy beér a New York-i kikötőbe, vagy pedig egy báltermi jelenettel, ahol még mindenki boldog, véget is ér a film. Nem? Nyilván akkor a csúcsponton kell abba hagyni. Igen. Tehát akkor nekik a Titanic belseje tetszett meg maga a bulizás? Igen, igen. Megnézték a filmet, a DiCaprio-sat, abban talán volt egy este, amikor a civaroznak, buliznak. És azt mondta Gáspár Zsolt, hogy szóljon erről a Titanic. Én imádom. Uh-huh. Nagyon pozitív. Hát ha emlékeztek, ugye már miért ne emlékezne, mindenki szerintem emlékszik a rendes filmre, ugye a Caprio félére, ott nagyon gazdag aranyozás van, nagyon szép, nagy bálterem, nagyon nagy tükrök. Igen. Tehát, hogy az ugye milyen jó fogott mutatni, hogy van mondjuk 200 fő roma közmunkás, akik nem gerebéznek, hanem mulatnak. Tök jó, megúszod a gázsit, mert ugye ők megkapják a közmunkáért a pénzt, tehát ez már nem kell. Az nekik egy kulturális löketet, ez tényleg szép. Ugye? Az nagyon. Igen, az nagyon, az nagyon, nagyon jó, és filmszereplővé teszed. Hát igen, csak az egyik egy közügy, a másik meg magánügy. Már mi a film? Hát a közmunka az közügy, ez a film meg a Zsolti magánügye. De hogy tudják ezt lefutat, hol a Dunán? A Vöcsök kettőn? Tehát nézzük meg, hogy ha mondjuk tényleg kifut ez a hajó, akkor elindul Dunáról, átszeli a Habokat a Margit híd alatt, és elindul fölfelé, Visegrád felé a Vöcsök kettő szárnyas hajó, aminek az elejére kiáll majd Gáspár Zsolt, egy nagyon helyes roma kislánya, mert mondta, hogy csak romák lesznek, ugye, míg benn bulizik a száztagú cigányzenekar. Hogy tudják ezt megvalósítani? Vagy egy állóhajón csinálják meg? A Zsófia állóhajó mondjuk, ahol már rendezvényeket szerveznek? Tehát hogy lehet ezt rendesen megcsinálni? Nem lehet tavon, nem tudsz ilyen nagy totál, vagy nem lehet folyón, nem tudsz ilyen nagy totált adni, tudod, hogy a végtelen óceánon siklik a Titanic. Tehát csak a velencei tó jöhet szóba. Mondjuk ott se tudsz ilyen nagyot, akkor a Balaton. Hát, de szerintem van annyira lokálpatrióta, hogy nem fogja olyan messzire elvinni. Hát ugye a helyi közmunkásoknak akar egyrészt segíteni ezzel, másrészt meg nyilván egy picit feljebb hozni Salgótarját és környékét, tehát akkor valószínűleg szerintem az agyván fognak forgatni. Vagy van valami bányató. Megvan, hogy a Titanic kifut a Balaton szemesi kikötőből.
Igen, és míg átért. Nem. Megcéloz a tihanyt. Igen, felfutik a kazánokat, és kifutnak a Tarján patakon. Na most ott volt az a szívmedál. Ugye? Az a tulajdonképpen azt keresik, az óceán ékszere, a gyémántja, vagy az óceán szíve, vagy mi volt? Ezek a romantikus részek kevésbé maradtak. Az a kék. Nekem is inkább. Tudod, ott a mama behajítja a légyen a vízbe. Igen. A mama, hát ő két Winslet, csak már ugye. A mama. Mama reál a korlátra. Később mama. A leples mamer kimegy a hajó szélére, majdnem beleesik, de bedobja. Hogy az... Itt majd egy aranynyaklánc lesz? Vagy mit fog bedobni? Hát szerintem igen. Hát, hogy, vagy trombita rész. Hát, hát, szerintem vigyázni kell, nem? Mert ott egy ilyen nagy értékű tárgyal, ott azért bármi történhet egy ilyen forgatás során. Hogy elveszhet. Hát ott vagy óceán szíve. Óceán szíve ez volt. Beesik valakinek a kezéből, érted, az agyvába, hát most érted, kell az, hogy utána meg ne tudjanak vele elszámolni. Igen. Mondjuk, hogyha a Zsolti a családi aranyat dobja be, akkor tök mindegy. A búcsúban két pálcán, a kígyósi búcsúban mindig lehetett lőni aranynyakláncot, márhogy ilyen aranyszínűt, és egy nagyon szép, nagy piros műanyag volt benne, nem műkő. Hogy abból tudunk szerintem szerezni többet, és akkor már nyugodtan bele lehet ejteni a patakba. És megvan benne a kő, hát nem kék, hanem ilyen piros színű. Nem jó? De jó. Na, látod? Már egy kellék megvan. És mi a sztori? Tehát süllyedés és halál és dráma nélkül, tehát kicsit belenyúltak a sztoriba azért. Persze. Tehát ez egy erős happy end. Tehát átér egyik állomásról a másikra, és megvannak. Kiszállnak, és a Titanic befutott, megnyerte a kék szalagot, beér, mit tudom én, nem tudom, New Yorkba ment, hova ment? New Yorkba ment, igen. Hogy oda indult elvileg. Nem most mindenféle képen kellene. És leszállnak, de nincsenek rendben a papírjaik, és a bevándorlás ügyek visszatolottolott mindenki. Mindenféleképpen kell az útra pár sztár fellépő, és akkor lehet helikopteres jelenetet forgatni, az nagyon menő, és akkor mit tudom én, a Balaton közepén megérkezne Nótár Méri, akkor nagyon jól énekel. Legalább valaki tudna énekelni is a családban. Van egy nagyon jó énekes. Biztos vagyok benne egyébként, hogy Győzikét be kéne írni a buliba valahogy. Mert ő húzó név. Nem, szerintem nem kell belérni. Ő így is megjelenik, ott felmászik, igen, a hajó tatján. Egy matrózként. Egy vidám matrózként. Figyelj, én őket egyébként imádom. Hogy áll ez a Romeo és Júlia? Ezzel mi van? Mert ugye nagy a csend. De hogy most ugye a sikereket megirigyelve indult el a testvér azon, hogy ő akkor neki megy a Titanicnak. Hát egy low-budget-es produkció, azért egy hajót elsüllyeszteni már nem süllyed el, de mi van a Roma Rómaió súly? Azt megcsinálta végül? Vagy abban lett valami? De az áfát már visszaigényelt. Imádom a Győzőt egyébként, annyira szép tervei vannak mindig. Ez nagyon helyes kis történet. És akkor ezt valahol bemutatják? Tényleg színház? Vagy hát a Tarjáni mozgóban biztos. Nincs Tarjánban színház, van. Nincsen? De filmszínház biztos, hogy van. Mozi van, biztos, hogy van. Szerintem én színházról nem tudok. Lehet, hogy ilyen helyi amatőr társulatnak van valami kis színpad, oda pont jó. Írjanak a hallgatók nekünk olyan kulcsmondatokat Győzősen, ahogy ő ezt mondjuk előadná. Ugye hát a Győző azért nagyon-nagyon ízesen tudja. Hát és Zsolt is ugyanez a kategória. Zsolt is ugyanez a kategória, tehát imádni való, hogy ők beszélnek. Jöjjenek olyan SMS-ek, hogy a Titanicban a kulcsfontosságú pillanatokat hogy venni észre Győző? Tehát, hogy mi lenne az a mondat? Még ha nem is süllyed el a hajó, de vegyünk bele egy jéghegynek ütközést, vegyünk bele néhány jégdarabot a hajón, amit ők úgy észrevesznek, méregetik, nézegetik, hogy az mi lehet. Legyen egy kis beömlő víz, ne süllyedjen el. Legyen a végén egy nagy lagzi. Tehát, hogy mik lennének a húzó mondatok? Írja valaki, jaj, dicsák, elsüllyed a teknő. Igen, ez abszolút Győzős egyébként. Igen. Valaki azt írta, hogy Titanic. Titanic. Az jó. Igen. Mi lesz a címe Gáspár Zsolt előadásának? Diktanik. A Zsolt is ilyen ízesen beszél? Igen. Ugye? Tehát ő is jól hozza. Ugyanaz a kategória, mint a Győzike. Igen. A Titanic nagy részét medencében vették föl, írja nekünk egy hallgató. Ez egyébként tényleg így van. Tehát egy baromi nagy medencé építettek, valahol Dél-Amerikában forgatták, és ott fölépítették a hajó egy részét, igen, és csak fölépítettek valami baromi nagy medencé. Az a baj, hogy ez vékony jég, ez a medence dolog a Győzi kéknél, szerintem nem akar még egyszer a NAV-nak a látóterébe kerülni egy medencé. Ki az a medence, ki építette, miből építette, hova építette, érted? Tehát, nem. Medencés felvételek biztos nem lesznek.
Igen, meg hát a győző azért nagyobb vízben nem megy, ugye a Celeben is, ahol kígyó igen, van, vízi állatok vannak, tehát ő azért azt nagyon nem szereti, ahol így valami van a vízben, jó, de nem szívesen megy benne. Most még egy Dunába sűjesztés, vagy legalább beömlő víz, hát azért ott van mindenféle dolog, ami úgy beeshet. Még túl sok állat nincs egyébként. Na hát szeretnivalóak. Figyelj, ez tartja, nem is azt mondom, hogy ez tartja életben a dolgot, de azt mondjuk így mernek álmodni, hát ez körülbelül olyan, mintha mi neki mennénk mondjuk, hogy leforgatjuk, nem tudom, a Szakasz című filmet, nem? Hát csak most már tegnap óta van tapasztalatotok, hajrá. Nem? Már katonai tapasztalat? Igen. Persze. Simán meg tudnánk oldani a dolgot szerintem. Kimentek a felesekhez, aztán hajrá. Na. Csak két Winslet, ahogy megérkezik Bangó Margit, azért az nagy, nem? Ja. Aranyom. Hát azért ott ki lenne, tényleg, hát azért ott kell egy szép fiú is. Szép fiú. Julio lenne a DiCaprio? Egyébként igen. Győzik-e favoritja? Bár Juliót még nem láttuk a focista ellenfelünket. Szerepelt most a Sztárban Sztár. Nem a Sztárban Sztár, hanem mi az a édes élet? Ő ott benne volt. Igen. Pont nem láttam. Az lenne egyébként, szerintem azért lenne nagyon hosszadalmas és körülményes a forgatás, mert akárhány szereplő érkezik, az valószínűleg mind ajánlatot tenne a vasra. Igen, imádni bőlök, igen. Azt mondja, igen. Nagyon szóval jó kéne. Nevekkel... Gyere, Boras, süllyed a hajó, mit idegeskedsz, nem a tiéd. A Zsolti. Zsolti fizette a költségvetést. Mondja, mit kérdezem? Csak magyar nevek lennének benne? Mindenki kell cseréljünk valami magyar név, tehát Schmidt Jancsi lenne a kapitány. Ha úgy hívták, John Smith volt személy. John Smith volt a kapitány, igen. Igen. Mik már Gágyó kiukadt a hajó oldalain, írja valaki. Jó, ez szellemes. Drukkolunk Zsoltéknak, szeretjük őket, kedveljük őket, nem? És belépőket várunk. Igen, higgyanak. Vagy meghívás, legalább kifizetjük, nem akarunk tarhálni, de hogy mikor lesz a bemutató, mert mennénk. Így van, ha, és ott kell lennünk a fedélzeten, amikor kifut majd a karancs egy. Igen, igen. Fény 80 pontosan, 2 perccel Óven bácsira és Beru néni lehet jelentkezni, mi pedig jövünk a hírek után. Háromnegyed, 8 múlt, pontosan 2 perccel jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Jani, hello Freddy, hello drága hallgatók. Arról beszélgettünk itt vidáman, hogy drukkolunk Győzinek, illetve a győző Gáspár családnak pontosabban, hogy csinálja meg ugye a Roma Rómeó és Júlia után a sikere, vagy a testvére sikerén felbuzdulva a Titanicot akarja. Ugye Titanicot Gáspár Zsolt. Ugye? Igen. Ahol csak roma szereplők lesznek, nem lesz elsüllyedő hajó. Mi lesz? Happy end, boldog befejezés, végig táncolják, bulizzák az egészet, majd kiszállnak a hajóról. Ez az alaptörténet. Tehát finoman fogalmazva, hát belenyúltak a forgatókönyvbe, nem? Így van. Vagy átírták. És arról beszéltünk, hogy milyen mondatok hangozhatnának el a hajón, ugye hát Győző mindenki által ismert stílusban tudja ezt előadni, ahogy ő beszél, amikor nagyon felhúzza magát, vagy káromkodik, vagy a beátolja le valamiért, hát akkor ő azért így tud beindulni. Hogy mit lehetne mondani, amikor a Titanicot forgatják? Nagyon helyes SMS-ek jönnek. A Debla rágja meg a beled beja. Inkább leszel a csóró Gágyó bulája. nem tudom annyira jól hoz. Egyébként igen. De egyébként nagyon, abszolút szenzációs. Igen. Sukár ez a jégkocka. Nikmán Csaje, mit álltok ott kint a hajónak az elején, more? Beestek a vízbe, azt a cápáknak karácsony lesz. Ez Gabi küldte nekünk. Ugye a hallgatók is mennyire érzik, nem a győzőt, hogy beszél, vagy milyen jellegzetes. Igen. Jaj, more, dicsek mekkora jégdrem. Vigyázz, mert neki táncsázunk. Nagyon szeretem, nagyon helyes. Már késő ezt kell csinálnie? Ja, ez a klasszik. Ezt kell csinálnie? Igen. Hát kirakta ezt ide, rágja meg a zacskóját. Shelby küldte ezt nekünk, köszönjük szépen. Na jó, hát ezek lennének a klasszikus mondatok, de elmondtuk, hogy drukkolunk nekik, nem? Hajrá! Szeretkezős jelenetet nagyon várom, ugye ott egy ilyen parkolóautóban a hajó aljában esnek neki az eredetiben. Két meg Caprio. Hát ők igen. Nagyon szemérmesek. Tehát, hogy róluk azért köztudott, hogy nem nagyon szokták. Így van. Na így, hát pont ezért meg a jármű. Így kiteregetni. Igen, meg hogy mi lesz a jármű? Egy kettes Lada. Igen, lesötétített. Tényleg. Egy jó zsiguli bereknek alulra, igen. Na jó van, mi meg megyünk tovább. Nagyon sok játékosunk van, aki játékra jelentkezett. Óven bácsival és Beru nénivel játszunk már is.
Óven bácsi és Beru néni, avagy a Tatooine hangjai. Nem gond, ha nem vágod a pároloktatók bináris nyelvét. Mert ha jó a fület, kitalálhatod, mit dúdolnak reggelenként a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni, a párafarm csalogányai. Itt vagyunk, itt vagyunk. Halló, jó reggelt! Aha, eltrécseljük az időt, elplegykálgatjuk az időt. Humorizálunk, jó pofáskodunk. Hát, aki ráér, ugye? Ugye? Kávézgatunk, teázgatunk. Halló? Halló, jó reggel. Jó reggel, sziasztok, Attila vagyok. Hello, Attila, fúha, Attila, te nagyon úton vagy. Igen, mindjárt megpróbálok megállni, egy nagyon félpercű elmet kérek, aztán már itt vagyok az M3-oson, aztán ez egy ilyen zajos műfaj. Hova mész, Attila? Tiszaújvárosba kellene. Tiszaújváros. Majd meglátjuk. Mennyi még a félreállás? 4 másodperc. Egy? Csökken a sebesség. De lehet halani, hogy halkul a sebesség. Ugye, mondtam, hogy nem vezetlek félre. Na, de a pihenőben vagy valahol a leállósában, vagy hol akarsz félreállni? Pihenő, éppen most értem ide, úgyhogy nagyon kicsit. A táblához, ahol ki van írva, hogy még 38 kilométer. Mit dolgozol egyébként, Attila, mit csinálsz? Kamiont vezetek. Kamiont vezetsz, most is? Igen. Hát akkor az nem egyszerű, de már elcsendesedted a dolog. Jó. Szokott menni, Attila? Változó, ahogy igen, ahogy nem. Szokott menni, Attila? És merre szokott menni, Attila? De miért kell ez a fura magázódás, Balázs? Így van. Legyünk kicsit közvetlenebb. Miért van erre szükség, erre a magázódásra? Jó, na figyelj, felkészültél, megálltál? Jöhet. Jó, mutatjuk, hogy mit csinál Óven bácsi, Beru néni, figyelj. Hasfájós a kisluk. Így van. Tisztába teszik a kislukot. A nagy luk az ide. Így van, a nagy lukat már tisztába tették, most jöttek. Kisluk. Hogy jön a kisluk, igen. Mutatjuk, hogy mit énekelnek, figyelj! Na, 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 na. Az a Nácsi, meg a csaj, az a száj, repülgelünk száj. Meg a Betty Láv. A Nácsi meg a csaj, az nem a, az kicsoda, mert a Nácsi van már a Brunnerrel, de az még amikor a Nácsi... De akkor még a Betty Lávval volt, és akkor nem tudom, hogy hívták. A Betty Láv nagyon jó, már majdnem megvan. És akkor a száj. Száj? Az volt a dal cím, hogy száj? Száj. Repüljünk, száj! Mutatjuk az eredetit, figyelj, ez lett volna. Aha. Nem tudom, hogy hívták őket, mint együttes, így egyben, de a Nácsi volt, meg a Betty Láv. Meg talán még valaki. Soho Party. Az. De lehet, hogy tévedek, de a dal a száj, nem? Atya Isten, a dal a száj, igen. Akkor elég jól tudom. Jó. Oké, meg vagyunk, ez jól ment. Köszönöm szépen, örülök neki. Mekkora sláger volt ez régen? Rá is keresek Betty Lávra a képkeresőben. mi van most Betty Lávra? Ja, te méreted volt. Családanya lett, azt tudom. De hogy mivel foglalkozik, nem tudom. Szép szál, derékleány. Igen, egy Janninak igaza van, a te méreted volt. Igen. Tehát, hogy ti együtt egy szép pár lettetek volna. Hát igen, csak elsodor bennünket az élet egymás mellől, pedig... Még mielőtt összesodor volna. Igen, és tudod, hogy a Betty hordta azokat a nagy Buffalo cipőket még, amiről leugrani is öngyilkosságtól, tehát egy ilyen 16 centis talpa volt, és a Betty ilyen 2-10-nél karcolta a palánkot, amikor így kosarazott, igen. Igen, és nem kellett neki létre ahhoz, hogy az Eresz csatornából kitakarítsa a belehullott fa leveleket. De úgy, hogy a negyediken van az Eresz nálunk. Igen, Attila, megvan az ajándékcsomag, küldjük neked, jó? Szépen, köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, ügyes voltál, nem is vettünk ki belőle semmit, úgyhogy egy sapka, morning shows, ajándékok, relikviák, Klassz FM-es csomagban, szuper. Szép kis csomag, jó? Köszönöm szépen. Köszi, ciao, ciao. Hello, ciao, ciao. Na, gyerekek, kifosztanak bennünket. Jó, azért van, most karácsony előtt ne legyünk már sóherek az ajándékkal, és mások se. Figyelj, ti tudtátok, hogy van ez a szavazás? Melyik? Én tudtam, mire, melyik. Mire lehet szavazni? Ez a kamera, vagy van a kamera korrektúra, meg a rádiós korrektúra verseny. Aha. Ja, igen. Igen. Én tudtam róla. És mi a kérdés? Hogy szavaztál-e már magadra? Hát természetesen igen. Na, mert hogy egyébként tényleg ránk is lehet szavazni, hát nem árulunk el vele nagy titkot, főleg azért nem, mert hogy biztos nem véletlenül került fel a felhívás a Facebook oldalunkra. Nem, abszolút nem, igen. Egy rádiós korrektúra verseny zajlik most éppen, ahol műsorokra, rádiókra, meg műsorvezetőkre is lehet szavazni. Aha. Azt tavaly megnyertük, nem?
Vagy nem az volt? Nem emlékszem, Feri, hogy mi volt. Valamit nyertünk. Nem, csak az a baj egyébként, hogy ilyen lebegő polcaik vannak, tudjátok, amiknek nincsen túl nagy teherbírás kezért. Balázs, azt szeretnék én, hogy innen inkább Istenes Bencére szavazzatok, mert annyi rohadt sok díj van már fönt, és annyira mozognak ezek a nyomorult polcok, hogy a vége az lesz, hogy valakire rászakad, és ez pedig biztos nem a Feri lesz. Figyelj, mondhatnám, hogy legyen így, és igazad van, de nem. Igazából nem. Szavazzatok most rá. Ja, jó, akkor mondanám, jó, hogy én szívesen tarhálok más embereknek rádiószavazatokat, de miért tenném? Jó, álszentség lenne. Tőlünk ez egyáltalán nem megszokott. A hallgatók ismernek minket, és tudják, hogy ennél sokkal egoistábbak vagyunk. Úgyhogy nagyon örülünk a Klassz FM szavazatoknak. Bármelyik műsorra, bármelyik műsorvezetőre, a Krisztára, a Csabira, a Jáksóra, a Ferér, bárki, csak hazahozzuk ezeket a szavazatokat. Jó, nem, akkor hát hazafelének fejveszek egy-két tiplit, aztán megerősítjük a polcokat. Tudod mit, vegyél 600 feltöltőkártyát, és szavazgass az ébét. Ja, ne. Igen, ez a korrektura.hu rádiós korrektura oldalon van egyébként, a közönség szavazás oldalon. Ha kedvesek vagytok és szeretitek a rádiót, akkor azt megköszönjük, ha szavaztok a rádióra, az mindig nagy dolog egy ilyet megnyerni, ennek abszolút örülünk. Na, majd utána nézzük, hogy lehet venni lájkokat. egy 4-5 ezer lájkot gyorsan megvásárolunk? Igen, mert valakit felhívunk, akinek sok millióan nézik a klipjeit. Na, jövünk vissza 8 óra után egy vadonatúj rovattal, és hát ez tulajdonképpen mondhatni, hogy az én fél órám lesz. Négy van. De nem. De nem arra számítok, hogy ti kimentek a stúdióban, elvonultok. Balázs legújabb torszülöttje. Édes gyermeke. Édes gyermek, egy újabb rovat. Nem lesz szó összeesküvés elméletekről. Nem arról szól majd a dolog. Nem húzunk kondenscsíkokat, nem vizsgálunk hárpot, és nem számolunk le Obamával és az báb kormánnyal az Egyesült Államokban. Én ezt egy picit sajnálom. Nem lesznek szabad köműves összeesküvések. Semmilyen nem lesz. Viszont... De ilyenek is kellene lenni egyszer majd. Hát majd, ha már teljesen hülyének akarom tituláltatni magam, akkor szívesen csinálok egy esti rádióműsort, csak az a baj, ebben az országban megpecsételnek, és egyszer elindulsz ezen az úton, akkor utána rád legyintenek. Tudjátok, minden szerda tovább a lejtőn Balázsral. Hássátok ti is együtt Balázs sírját, közösen majd a végén lökjük bele. Nem, ez komoly témával foglalkozik, de nem akarom most elmondani, hogy miről van szó, viszont 8 óra után nagyon szívesen. Úgyhogy egy vadonatúj rovattal indulunk, ami mostantól kezdve csütörtökön 8 órakor lesz, ti szeretni fogjátok meg szerintem. Azok az emberek, akik kicsit tudatosabban gondolkoznak, tudatosabban vásárolnak, és foglalkoztatja őket az, ami engem ezt a rovatot szerintem szeretni fogja, vagy szeretni fogjátok. Jó? Úgyhogy ezzel folytatjuk mindjárt. 3 perc múlva pontosan 8 óra, SMS számunk változatlan 06 70 645 000 000. A mikrofonnál az éter nagy ágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. 8 óra múlt, pontosan 12 perce, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, drága Morning Show hallgatók, itt vagyunk. Csütörtökön, november 20... Mindegy, kell ezt mondanom, vagy nem mondjam? Vagy... Sose szoktad, ha most rász, örülünk. Újabb tájékoztatás a hallgatóknak. Hát, ha valaki úgy kell fel, hogy nem tudja, hogy megriadt, hogy már december, vagy január, vagy átaludt az ünnepeket, de ki tudja, jó, nem? Mondjuk ebből nem is fogja tudni, hogy november, december 20... igen, nem ebből tudom. Ez nem egy erős segítség, igen. Mi a helyzet már vonalon? Írt már nekünk a levecímre, hogy zsiványok? Mert azóta jött még egy levél egyébként, hogy hallgatójuk jól tudja, tisztelt szerkesztőség, a ceglédi vasútvonalon is vannak késések, úgyhogy folyamatosan hallgat minket, és grafomán, de ezt szeretjük. Én érzek egy fajta felpuhulást a hangvételben, egyfajta közeledést a csapathoz, mert ez már sokkal közvetlenebb, mint az előző levél volt. De a zsiványok még nem jött meg. A zsiványok még nem jött meg, így van. Meglette a szúlyókolt kocsia, kérdezi valaki. Jó a kérdés, nem beszéltem azóta az Olival, reméljük, hogy tudtunk segíteni. Szerintem egyébként nyilván nem, tehát mire az ember észreveszi, lejelenti, bemondja a segítséget, kér, addigra valahogy az már darabokban áll egy garázsba szétszedve. Igen, sajnos többféle variáció is van, vagy azért nem ért, mert meglett az autó, vagy azért, mert már a telefont is ellopták. Igen. Láttatok a legújabb Amerikában tomboló kiütős játékot? Igen, beszéltünk róla tegnap, szörnyű. Hát és csak egy mondat, megjelent Magyarországon is, képzeld el. Állítólag az interneten többen írták már, hogy velük ismerősükkel megtörtént 4 eset volt már Magyarországon, és gratulálok mindenkinek, aki beszállt a játékba. Atya Isten. M1-esen baleset Győr felé Bábulna után 3 kilométernél kamion az árokban, ez Zoli küldte nekünk. M6-os Budapest, Dunaújváros, oké, okay, no trafi, no chemtrail. Andy küldte ezt nekünk, köszönjük szépen. És M7-es 142-es kilométerénél fotóznak,
Úgyhogy ezt is megkaptuk SMS-ben. Köszönjük szépen. Na, ugye ígértük, vagy ígértem pontosabban egy új rovatot, nem annyira új, és nem annyira új keletű a dolog, csak inkább úgy mondom, hogy rendszeres lesz ezek után. Mert hát azt rólam tudhatjátok, meg tudjátok, meg ennyire már ismerjük egymást, hogy, hogy szeretek kutakodni, hogy miben mi van. Miben mi van, mit eszel meg, mit iszol meg, hol vannak a hazugságok, hol vágják át a fogyasztót, mit ígér egy reklám, mi van benne valójában, mi az, amit ígér, mi az, amit megtart, milyen termékeket erőltetnek rád különböző hazugságokkal. Ez egy nagyon, nagyon érdekes dolog, elsősorban élelmiszeripari termékekről beszélek természetesen. Mit adnak a gyerekek kezébe, úgyhogy az egészséges és közben nem. Mivel etetik a felnőtteket, amiről azt mondják, vagy úgy kampányolnak, hogy egészséges és közben nem. És milyen olyan összetevők vannak benne, amiről nyilvánvalóan tudják, hogy egészségkárosító hatása van, viszont ugye, hát ezt megpróbálják valamint ilyen címszó alatt szépen eltusolni. János, úgy látszik, még se kell kimenjünk a stúdióba. Nem, hát, nem, na, és nem örülök. Én fogok erről. Jó, ez jó, na végre. De már mennyire gondolsz, hogy nem kell kimenni? Hát, hogy azt hittük, hogy a chemtrailhez hasonló. Nem, én fogok. Mi is érintve vagyunk. Igen. Nem, abszolút érintve vagytok, és abszolút érintve vannak a hallgatók, és abszolút érintve van egyébként mindenki. Ebben a rovatban nagyon sok mindenről lesz majd szó. Rengeteget fogunk beszélni, és várunk hallgatói leveleket is. A gluténérzékenységtől kezdve a paleo diétákon keresztül a menő mostanában nagyon sokat emlegettem, de nagyon káros transzsírsavakig, a csokoládén keresztül, rengeteg minden olyan dologgal, amiből a fogyasztó és a minket hallgató egyébként egy kicsit tudatosabban, kicsit jobban átgondolva mehet abba az irányba, hogyha két termék közül választhat, akkor lehet, hogy ezt fogja levenni, és nem azt, mert ha már csak egy összetevőt megismer, és jön rá a csalásra, vagy a hazugságra, akkor ezzel már egy kicsit megkönnyítettük az életét. Szó lesz majd ebben a rovatban egyébként olyan dolgokról, hogy akinek túlmozgásos a gyereke, vagy rámondták, hogy hiperaktív, azt például nem kell egyből elkezdeni mindenféle kezelésekre venni, meg mindenféle terápiára, egyszerűen csak meg kell nézni az étrendjét, és ki kell venni azokat az anyagokat, ételizésítőket, adalékokat, vagy éppen a csokoládét, ami akár hiperaktivitást okozhat. Ebben is nagyon sokan szenvednek, nem tudják, hogy csak meg kell változtatni az étrendet, és egész egyszerűen elmúlik a hiperaktivitás. Tehát ez egy ilyen rovat lesz. Az étrenddel kapcsolatosan, és ez pont jó volt, hogy említette, tavaly találkoztam egy olyan alapítvánnyal, aki képzelte, hogy a Down-kóros gyerekeket is azzal kezdik el kezelni, hogy az étrendet átnézik, kiveszik, és olyan és brutál javulás, hogy nem hiszed el. Igen. Nem hiszed. Brutális javulás, szerintem erre nagyon nagy igény van, szerintem egyébként nem történik más, mint hogy rengeteg multi, rengeteg cég, rengeteg élelmiszert gyártó multi egyébként megpróbálja nyilván a nagyobb profit és a nagyobb haszon érdekében úgy finoman átvágni a fogyasztóit, hogy megtévessze őket, vagy fogyasztása, vagy vásárlása ösztönözze, és ha ebben tudunk egy kicsit segíteni, vagy ebben egy kicsit így fényt mutatunk, és mondom, nem én leszek az természetesen, de nem én akarok erről papolni sokat, akkor itt nagyon nagy változásokat lehet elérni. És tévedés az, hogy azt gondolja az ember, hogy sokszor a sokkal drágább, és persze, mert a drágább a jobb, ez nem így van. Ez egyáltalán nem így van, és ezt is be fogjuk bizonyítani ebben rovatban. Szeretnék egyébként C-vitaminokat bevizsgáltatni, és megnézni, hogy mi az, amiben tényleg benne van a C-vitamin, mi az, ami kamu. Szeretnénk különböző halakat bevizsgáltatni, van-e benne nehézfém, nincs benne nehézfém. Igaz-e, hogyha halat eszel, akkor már sokkal többet ártasz, mint amennyit használsz, mert nehézfémmel eszed tele magad. Szóval szerintem lehet miről beszélni, és van miről beszélni. Tök jó, figyeljetek rá, és akkor tudatos vásárló leszel. Így van. Az a legfontosabb. Így van. Ők egyébként egy létező dolog is a tudatos vásárlók, de mi mások vagyunk. A háború elkezdődött. Ivóvizeinket szennyezik. Az ételeinket mérgezik. Az állatainkat pusztítják. Egyre kevesebben vannak, akik még mernek harcolni. Manipulálnak, hazudnak, fogyasztásra ösztönöznek a nagyobb profit érdekében. De van valaki, aki szembeszáll velük, és soha nem adja fel. Génmanipulált élelmiszerekkel árasztott. Antibiotikummal szennyezett húst. Lehet szavatosságú ételeket cinkéztek át. Van valaki, aki kimeri mondani az igazságot, és segít dönteni. Az ember, aki értet küzd. Lépj be te is az elmentes övezetbe, Balázzsal. Vigyázat! Hozzáadott színezőanyagot nem tartalmaz. Jó, egy kicsit kellett hype-olnom magam, na. Azt hittem, hogy jön a Terminátor 5. Jó, most miért vagy egy kicsit hype-olom magam, na. Nem ilyen az új jingle? Nem rossz. Én ezt kijátszom magamnak csengő hangot. Amikor te fogsz hívni, így fog megszólalni. Szólaljon már meg így, ez egyébként jó.
Ez egyébként jó? Igen. Hallottam, hogy megint meg fogják filmesíteni a Holtak földjét. Hallottam, hogy ez az új tréler. Gyerekek, muszáj ezt ilyen jól felhájpolni. Na, segítségünk is van ebben természetesen. Egy olyan ember, aki már sokszor járt nálunk, és mindig, amikor beszél, az ember elképet, hogy mennyi minden nem tud arról egyébként, amit napinnap megeszik és magához vesz. Tóth Gábor élelmiszeripari mérnök. Hello Gábor, jó reggelt kívánunk! Jó reggelt mindenkinek! Hello! Hát ha te kezdesz beszélni, akkor már most elkezdenek szorongani, hogy jaj, akkor mit tegyek? Gábor volt már néhányszor nálunk. Utána tanástalanul nézett mindenki egymásra, hogy mit lehet és mit nem. Emberek ezre így gyújtották fel a hűtőjüket a kamrával együtt. Na, az első téma, ami szerintem abszolút aktuális, hiszen közelegnek az ünnepek, és mindenki lerohanja a különböző hipereket, és szeretne a gyerek kezébe december 6-án csokoládét adni. És hát itt is ugye nagy a szórás, az egészen jó minőségűektől elkezdve az egészen rossz minőségűekig lehet kapni. Szerintem a fogyasztók 80%-a nem is nagyon nézi meg, inkább az ára alapján dönti el, hogy mi lehet a jó, mi lehet a nem jó. De maga a csokoládé, hát ez is egy ilyen közkedvelt, mindenki által nasolásnak használt valami, amiről szerintem keveset tudnak az emberek, vagy keveset tudunk. Jani, te nagy csokis vagy, nem? Abszolút, persze. Mondjuk én azért nagyon odafigyelek arra, hogy minőségi csokoládét fogyasszak, és hát elég sokszor elcsábulok. Majd ha meghallod, hogy mivel áll össze a gyomrodban. A minőségi csoki? Tehát most minden csokiról beszélünk? Na, mindjárt meghallgatjuk. Na, Gábor, kezdjük az elején. Tehát ugye csokoládé Mikulás, ezzel most tele vannak a boltok, ugye? Igen. Lehet kapni jobbat, lehet kapni rosszabbat. Egyértelműen árfüggő az egyébként, hogyha egy drágábbhoz nyúlok, akkor az biztos, hogy jobb? Nem teljesen biztos. Nem mindig az árat kell nézni, hanem egy bevált brandet vagy márkát. Nyilván itt most nem fogok mondani ilyet. A csokoládé Mikulásnál ugye az a helyzet, hogy amikor bejöttek a Mikulások, akkor nagyon szép kis formája volt, alakja volt, egy jó kis ajándék volt. És ha megfigyelitek, akkor növekszik a mérete a csoki Mikulásoknak. Ami nem azt jelenti, hogy a tömege is nő, hanem a benne lévő levegő az, ami növekszik. És amennyire megfogjuk ezt a Mikulást, biztos észrevetitek, hogy időnként el is roppan a markunkban, mert annyira vékony. Tehát vékonyodik a fala, ugyanakkor növekszik a mérete, a térfogata, de a csoki nem lesz nagyobb tömegű, viszont mivel a magyar ember térfogat alapján vásárol, ezért megveszi a nagyobbat, ez egy óriási üzletté válik. Na, ez milyen érdekes, ugye, hogy automatikusan a nagyobbért nyúlok, ami nem jelent több tömeget, gramban kifejezve, ugye, csak levegős és vékonyabb a fala. Tehát kvázi már itt kezdődik a lobbizás, vagy ugye a effektíve megtévesztés, hogy a nagyot akarod levenni, mert azt gondolod, hogy többet kapsz. De nem kapsz többet, hiszen vékonyabb. Jó, de ettől nem lett rosszabb a csoki, tehát a csoki az ugyanolyan maradt. Ha tömörebb csokit adsz, vagy vékonyabb csokit, az meg. Ettől nem, mert csak ez már egy trükk, amivel trükk, ugye nyilván az, ezt fel kell tudni ismerni. Bocsánat, hát akkor nagyobb ajándékot kap a gyerek, viszont tovább marad cserébe. Megfigyelitek, akkor lassacskán meg is töltik a belsejét, itt ott ilyen színes valamikkel, tehát igyekeznek tölteni egy részét, valami ajándékot adjanak, de az, hogy csak a levegőt töltik fel. Ezek mind-mind marketing fogások. Na, amikor a befektetők idejöttek, akkor azt gondolták, hogy a magyar az egy csoki evő ember, és mekkora üzlet lesz majd itt Magyarországon csokoládét enni? Nagyon érdekes kérdés ez, igen. Igen, nyugaton létrejöttek az első nagy csoki gyárak, és amikor Magyarországon ugye látták, hogy egy probléma van a csokoládé gyárak körül, meg általában a hazai konzerviparral és az élelmiszeriparral bejöttek, és azt remélték, hogy az Európai Uniós átlagot legalább megütjük, illetve meg is haladjuk. Ugye ez a 8 kg per fő per év csokoládé fogyasztási mennyiség. Azt hitték, hogy Magyarországon óriási üzlet lesz, és csalódtak. Óriási csalódás volt. Ennek kapcsán hát úgy hírlik, és én ezt osztom, hogy a csalódottságot úgy igyekeztek magukba folytani, vagy elfolytani, hogy megbíztak szakembereket, és itt jött be sajnos az élelmiszertudomány, amely mögé állt egyes gyáraknak, és lényegében egy csokoládé marketing indult el. Ezt olvashatjátok itt-ott a neten is, tehát tudnélik, hogy milyen egészséges a csokoládé, és én megmondom őszintén, nem csak én, de számos szakemberről is háborodott emiatt. Tehát a lobby arról szól, hogy vedd meg a csokoládét, mert ez egy jó nasolás, egy lehetőség, és hogy egyébként még jót is teszel, vagy egészséges, ugye? Ezt próbálják mondani sokszor. Igen, igen. Sokáig nem volt probléma azzal, hogy a csokoládé egészségtelen, nem egészséges termék, de hogy valaha is valaki azt állítja, hogy ez egészséges, ezt ugye arra alapozzák, hogy vannak benne polifenolok. De tessenek megnézni, hogy milyen színű a tömeg csokoládé, nem vörös színű. Ugye a polifenolok és a flavonoidok pirosas, vöröses,
színt adnak a csokoládénak. Többek között ezért is hírlik az, hogy ugye vér van a csokoládéban, ezzel érdemes lenne foglalkozni. Nem, hanem a lúgos feltárás miatt a kakaóporban vörös színanyag szabadul fel. Ennek köszönheti a csokoládé, már mint a minőségi csokoládé, biztos ilyet láttunk már, azt a kifejezett élénkpirosas vöröses színét, a kézműves csokoládék, a magas kakaópor tartalmú csokoládék. De ha megnézitek ezeket a modern tömegcsokoládékat, ezek ilyen szürkés színűek. Szürkés barna. Ezeknek mi az oka? Alapvetően keményített növényi zsír és cukor van benne, kakaópor alig. Tehát, hogyha nem látunk egy csokoládéban vöröses színt, még egyszer mondom, nem a vértől kell félni, hanem attól, hogy polifenolok, tehát értékes antioxidánsok nincsenek benne, akkor az szerintem kár a pénzért. Na most igen, hogy legyek egy picit az ördög ügyvédje, de ezeken a termékeken jelzik azt, pontosabban nem írják rá azt, hogy csokoládé. Igen. Tehát, hogy más szót használnak. Más szót használnak helyette. Ugye végigmegyünk, hoztunk ilyen mikulásokat, hogy mi van benne egyébként, meg mit jelent az, hogy tejpor, meg kakaóvaj, meg teljes terpor, vagy sovány tejpor. Tehát ezek tulajdonképpen mit jelentenek, érdemes róla beszélni. Tehát nem írják rá azt, hogy csokoládé Mikulás, hanem csokoládé. Igen, igen. Érdekes, hogy ugye most a csoki mikulások és a szaloncukrok egyszer jöttek be szinte, és ha megnézitek, már szinte november elejétől kapható volt, egyre korábban kaphatók. A szaloncukornál, majd Balázs jelzett, hogy mikor lehetne átérni a szaloncukor kérdésre, de foglalkozunk a csokoládéval is. Ugye az a kérdés, hogy valami csak csokoládé masszából van, vagy pedig van benne töltelék is. Ugye a szaloncukornál, ami árban időnként magasabb, mint a csokoládé. Érdekes, hogy zselés, mondjuk a zselés szaloncukorban, lényegében pektin vagy zselatin van, és ez elvileg olcsóbb gyártású, csak meg kell fizetni a csomagolást, meg kell fizetni a kuriózum jellegét. Tehát azt kell mondjam, hogy egyre komolyabb üzletté válik a csokoládé, ugyanakkor a beltartalma az egyre gyengébb, már mint a tömegcsokoládéknak. Nézzünk tömegcsokoládékat, hogy milyen hatásai vannak, és mi az a beltartalom, ami mondjuk rossz egy gyerek kezébe adjuk. A kakaópor aránya borzasztó fontos, ugye minden csokoládé szinte úgy indul, hogy készült cukor. A cukor az összetevő között az első. A csokoládéban porcukor van, a szaloncukorban általában kristálycukrot tesznek, ami nyilván föl fog olvadni. A csokoládé cukortartalma kb. 55%, elképesztő magas a cukortartalma, minél magasabb az értéke egy csokoládénak, annál kisebb a cukortartalma, és annál magasabb a kakaóvaj tartalma. A tömegcsokoládékban általában sovány tejpor van, általában ugye nagyon nagy mennyiségű cukor van. Mi a sovány tejpor? Például ezt se tudják sokan, hogy ez mit jelent? A tejnek az értéke a zsírtartalmában van részben, és azt kiszeparálják belőle. Ezáltal a zsírodható vitaminok jó része is elveszik, és azt a szeparált sovány tejet borítják. Na most, tehát például, ha látok egy olyan reklámot, mindegy, hogy melyik márka, hogy öntenek egy bödön tejet, fognak egy bödön tejet, repül egy liter tej, sok gyártó csinál ilyet, tehát nem akarok egyet kiemelni. Akkor ő azt akarja, vagy sokszor azt üzelheti, nem mindegyik, mert nyilván van, ahol benne van, és van, aki valójában belerakja, hogy ebben benne van mondjuk egy fél liter, vagy egy fél pohár tej, közben pedig sokan, és nem mindenki, sovány tejport tesz bele a így tej helyett? Így van, nyilván valamelyik zsíros tejport használ, de elég veszélyes magát a nyers tejet használni, tehát azt általában poralakban. Nem nagyon jól tárolható a friss tej. Teljesen logikus, hogy a gyártó az tejport fog rendelni, és azt reméljük, hogy a tejportból igazi tej lesz, de ez nem így van. A szakmában oktatják is, hogy a tej értéke csökken, amikor tejport, tehát porlasztva szállítják, tejport készítenek. De kvázi ez még nem egészségtelen. Tehát, így van, de jó, hogy azt kell mondanom, hogy allergén hatású. Allergén hatású. Kifejezetten a tejet, én most így fogalmazom, lehet velem vitatkozni nyilván, hogy nem nagyon szerencsés porlasztal szállítani. Nem való, a tejet ne hozzuk parolakba. Ha egy például gyerek egy sok csokoládét eszik, vagy a szülő sok csokoládét ad a kezébe, akkor az milyen allergizáló hatással lehet a gyermekre? Amint megettem, egyrészt beindul az inzulin mechanizmus, erről később esetleg, vagy akár később a cukor kapcsán egy másik műsorban tudunk beszélni. A gyomorba jutva egy nyúlós, ragacsos masszává alakul, ezt gondolom el lehet képzelni, a sajtból is. Figyelj, Jani, ez most egy gyomorod, érdekes. Egyébként egy nyúlós massza lesz bent a gyomorban maga a csokoládé, ami összeáll. Ragacsos, sötét színű, zsíros, nyúlós massza. Ezzel a gyomor nem tud mit kezdeni, a gyomrunk rostokat szeretne, ugye az mozgatja a gyomorfalat, ez fölkenődik, és mivel a gyomor az nem egy sima felület, hanem egy ilyen reddős felszín, én remélem el tudjátok képzelni, ha vizuális típusok vagytok, hogy abból a ragacsos masszából ugye beül a gyomor redők közé. Azt onnan ki nem lehet szabadítani. Esetleg egy későbbi étkezés fogja azt onnan valahogy kisöpörni. Tehát föltapad maga a csokoládé? Igen. A gyereknek a hasának, ha a farára? Ha tejcsoki, akkor pláne, mert a tejkazein abszolút kicsapódik a gyomorban, hiszen az ugye az a kérőcöknek készül.
készült. A kazeint mi nehezen emésztjük, mi az albuminokat, globulinokat, tehát az ember... Ez már nagyon speciális. Jó, ezzel nem foglalkozom. Tehát János gyomrában ott van felcsapodva a csokoládé. Most nagyon rosszul nézel ki belülről. Ragacsos, sötét színű massza. Na most a gyomor erre nyálkát fog termelni, nincs más választása, hurutosodik. És ezt a nyálkás, ragacsos masszát, ezt kapja a hasnyálmirigy. És sajnos hát nem lennénk a helyében. A hasnyálmirigy utána igyekszik ezt, ugye ehhez enzimeket termel, és a bél nyálkát termel, bélnedveket termel. Ez okozza azt, hogy esetleg székfekedés, hasmenés váltakozása indul el, és őszintén szólva ez egy olyan ragacsos, kellemetlen, innen már kellemetlen szagú biomasszát képez, amiben gombák telepednek majd meg a bélrendszer későbbi szakaszában, és ez egy erjesztőbb módon. Nem hangzik túl jól. Mit kell nézni egyértelműen a csokoládén? Tehát ha valamelyik szülő mondjuk a következő egy hétben csokoládét vesz a gyerekének, és mondjuk nem tudja, vagy nem tehet különbséget árkategóriában, nyilván tehetni mindenki 1000 forintosat venné rá, azt gondoljuk, ez jobb minőség. Hogy mi ne legyen rajta, vagy mi legyen rajta egyértelműen? Hogy mi az, ami jó? A színe, de a színét nem látjuk a csokoládé. Hát a színét, hogy az vagy egy csoki Mikulásnak, hogy megfejelem, akkor meglátom a színét. Ugye? De hát meg kívülről piros, tehát tele van azokkal, amiket mondtál, gondolnám. Te már meg is vennél a gyereknek, igen. Őszintén szólva, itt azt kell mondanom, de nem mindig mondom ezt, hogy a márka számít. Amelyik márka, és itt márka nélkül mondom nyilván, amelyik márka jó minőségű csokoládét gyárt, és ezt nyilván tudja a kedves hallgató, ott valószínűleg az egyéb karácsonyi termékek is jobb minőségű csokoládéból készülnek. Emellett a cukortartalom, amit ritkán írnak rá a címkére, a kakaópor, kakaóvaj tartalom, őszintén szólva csak olyan csokoládét engednék vásárolni, vagy tartok egyáltalán fogyaszthatónak, ami kifejezetten magasabb, megemelt kakaópor tartalommal rendelkezik. Hát ez egyébként egy élelmiszerépés szabványos, tehát 35% alatt nem is lehet csokoládénak nevezni azt az édesipari terméket, ami nem tartalmaz 35%-nyi kakaószárazanyag tartalma. Igen, de őszintén szólva én még ezt is kevésnek tartom. Tehát a csokoládé lényegét a kakaópor adja, hogyha egy terméken 35% az az anyag, igen, ami adja a nevét. De 35 akkor... alatt nem is nevezhetik annak. Igen, igen. Én itt a 70-80%-os kakaópor tartalomra gondolok. A problémát még abban látom, hogy a kakaóban, és itt most melyik ujjunkat harapjuk, az a kérdés. A kakaóporban van koffein és teobromin. Régen ezért itták a varázslók, bocsánat, a mai aszték kultúrában a kakaóból készült tömény italokat, ugye ettől extázisba kerültek, ez segítette az extatikus állapotot, ez nem pozitív folyamat. Mármint a gyerekeknél leginkább. Leginkább, ugye ez a hiperaktivitás kérdése előkerül, nyilván a szakma és az ipar állandóan kötelet húz egymással, szabad, de nem szabad, de régen nem engedték a közembernek fogyasztani sem a kakaót, sem az ebből készült terméket, amely tömegcikké vált. Nyilván higított formában, de nem véletlen, hogy a fiataloknál a csokoládé fogyasztás hatására egy aktív-passzív állapot váltakozás, tehát nem csak aktív, nem csak hiperaktivitás, hanem ugye a törvények miatt ezt követi egy deprimáltság, egy lehangoltság. És ez a hullám, ez növekszik a csokoládé fogyasztással arányosan. Én nem mindenben értek egyet, de egyébként ebben maximálisan, hogy képzeljük el azt a szituációt, amikor a gyerek jobb becsokizik, és akkor utána még fogyaszt valamilyen koffeines üdítőitalt rá. Ami ráadásul szénsavas. És akkor... Tehát azon gyerekeknél például, ahol még hiperaktivitással idézésen vádolják meg őket, mert ezeknek a gyerekeknek azért sokszor bebizonyosodik, hogy nem erről van szó, csak rosszul étkeznek, valamilyen vitamin hiányzik. De mondjuk, ha a csokoládét kiveszük vagy csökkentjük, akkor beállhat egyértelmű javulás? Igen, egyértelműen. Nyilván nem csak a csokoládé a bűnös mindenért, de a benne lévő cukor, a benne lévő koffein és teobromin, ami hangulati hullámzást okoz, a benne lévő anyagok, adalékanyagok, a minőségi csokiban nincsenek, nem találtak igazán ezt számokat. Találtak ilyet, hogy esetleg emulgátor, lecitin, egyebek. A gyengébb minőségekben találtok E100-as nagyságrendű, E150, E160 mesterséges színezékeket. Még az sem kizárt, hogy piros színt tesznek hozzá, hogy pirosasnak látszon. Tehát félelmetes dolgok vannak. A kérdésedre, Balázs, a válasz az, egyértelműen változik a gyerek viselkedése, amennyiben a csokoládét csökkentjük, kihagyjuk. Mennyi a napi adag? Ugye, hát a gyerek imádja a csokit, például Benny is. Tehát nyilván a gyerekek édesszájúak, ezért nem lehet őket megvetni, ilyenek. Sajnos az ízlelő bimboikat is már inkább az édes irányba toljuk el, és a legtöbb gyerek már inkább a sós gyereket, a sós étel tolja arrébb, és eszi az édeset. Ugye, hát ha a szülők ilyenek, akkor ilyen lesz a gyerek is. De mennyit mondanál egy kocka naponta, vagy két naponta? Most ne legyen nagyon szigorú, tehát betartva az, hogy azért ezt a gyereknél nehéz megállni. Igen. Tehát kicsit szülőszemmel is néző, hogy körülbelül mi az, amivel mondjuk egy szülő nem árt, ha egy jó minőségű csokoládét ad a gyerek kezébe. 10-20 gram per nap. Inkább úgy fogalmaznám, ugye egy tábla 100 gram, tehát 10 dekás, ennek az ötöde, tizede, hogy az hány kocka, azt majd kiszámoljuk. A lényeg az, hogy én azt javasolnám, hogy külföldön volt egy kampány, hogy heti egy vagy két csoki nap.
Szerintem ez bevezethető lenne, mert a gyerek is, ha tudja, hogy mit tudom én, szerdán és szombaton, vagy szerdán és vasárnap csoki nap van, valószínű, hogy ezt meg lehet szoktatni, hogy ne minden nap kapjon a gyerek, hanem legyenek édességnapok. Ez külföldön bevált, aztán valami miatt nem terjedt el a világon, hogy a hétnek csak egy-két napján fogyasszunk édességet, minőségi csokoládé, abból kevés, hogy mikor együk, ez nagy kérdés, mert ha evés előtt tesszük, akkor elveszi az étvágyat, evés után meg beerjeszt, nehéz a kérdés. Reggel a szervezet jobban emészti a cukrokat, sokkal jobban, mint délután vagy este. Van a csokoládékkal kapcsolatban egy ilyen legenda, ugye ezt minden csokoládénál megmondják, amit már itt félig említettél, ez a vért keverünk bele, marhavért keverünk bele, sokan állítják, sokan cáfolják, hát ez egy, nem tudom, hogy ez megdőlte, vagy bebizonyosodott-e, erről mi a véleményed? A magyar csokoládé törvény nem engedi a vér használatát, sterilvágás kéne hozzá. Hát a húsipar használ állati vért használhat, de még ő is lemondott róla, mert annyira, annyira drága a steril vér, annyira nehezen tárolható, és annyira, hogy fogalmazom, annyi veszélyt rejt az állatbetegségek miatt, hogy nem akar pereskedni egyetlen húsipari cég sem. Csokoládéban cukor van. Ugye a cukor szaporítja baktériumokat, tehát öngyilkosság volna egy cégtől vért tenni a csokoládéban. Ettől függetlenül én már semmi sem csodálkoznék, de a nagy cégek, tehát a minőségi csokikban 100%, hogy nincs vér, esetleg azt tévezhette meg a fogyasztókat, hogy savópor van ráírva. És ugye a vérsavópor, esetleg az emberek azt hihették, ez teljes savópor. Ez teljes savópor, tehát szó nincs róla, meg esetleg ilyen, hogy pata örlemény kerül a csokoládéban, ilyen is felmerült. Egyébként a patában valóban van keményítő anyag, amiből kivonható szilárdító, és az sem kizárt, hogy valahol az ország egyik szegletében patából örleményt készítenek, és azt teszik a helyi csokoládéba, mert elvileg, de a magyar csokoládé törvény ezt nem engedi meg. Tudnál-e valami olyan egészséges édességet ajánlani ahelyett a kieső csokoládé mennyiség helyett, amiről most a gyerekeknek le kellene mondaniuk ahhoz, hogy egy kicsit egészségesebb, vagy kevésbé hiperaktívak legyenek? Mert ugye jönnek az ünnepek, ez sajnos ez kisakkozhatatlan. Van egy termékfajta, amit én nagyon szeretek és tudok ajánlani. Biztos láttatok már sajtolt gyümölcsökből, illetve szárított gyümölcsökből sajtolt formákat. Ezek ilyen nagyon szilárd, kemény kockák, amik haraphatók, úgy nevezik, hogy gyümölcskenyér. Ezekben rakhatnak valamennyi kakaót, de mégis más. Ugye ezekben óriási mennyiségű ásványi anyag van, B-vitamin van, kalcium, cink, réz. A csokoládéban ezek nincsenek meg, tehát én sajtolt ilyen gyümölcs kenyereket szoktam javasolni, ha valaki elég szeretem. Hú, elég szekenyültél. Jó, tehát összefoglalva tulajdonképpen figyeljük, hogy mennyi van benne, figyeljük, hogy mennyi a száraz anyag tartalom. Ne a méret legyen elsősorban a lényeg. Tömör csokoládét vagyunk, tömör csokoládét. Tömör csokoládét, és óvatosan ezekkel a nagyon szép, hatalmas, már emberméretű mikulásokkal, aminek ugye vékony a fala, mert hogy sokszor nem jó. Igen, és piros a szín, ha már felbontottuk. Piros a szín, az a jó. Igen, az a szerencsés, az a jó, és nem vértől van, hanem flavonoidoktól, tehát mint az almának a héja. Aha, kibontottam egy 200 forintosat. Aha. Tök szegény. Tök fekete, és ez összeroppant. Dráma. Tessék? Ez most dráma. Dráma? Össze is roppant, igen. Látom. Össze is ez roppant, igen. Ez kb. 200 forint volt. Itt vannak drágábbak, meg vannak. Nézzünk egy drágábbat. Nézzük a legdrágábbat, ezt a márkát mindenki ismeri. Világ márka. Tessék? Ennek pirosasnak kellene lenni, vagy legalábbis igen, világosnak? Igen, főszabályként pirosasnak, és lássuk, hogy mire jutunk ezzel. Ez most nem roppant szét a kezedben. Nem, mondom. Hát ez ebben már van anyag azért rendesen. Meg úgy látom, vigyáztál is fel, óvatosan bántál. Igen, sötétebb. Semmilyen, hát semmilyen piros szín nem látunk benne. A sötét szín az kakaóport tartalom magasabb, de szó nincs pirosas színről. Tehát ugye cukor, soványtejpor, ez adja ennek a színét. Megmondom őszintén, hogy most csalódtam ebben a termékben. De ha lehet, akkor inkább azért a kettőt összehasonlítva, nyilván a drágább felé mozduljon az ember, ha is amennyiben megteheti. És az ét csokoládé felé. Ét csokoládé felé. Na nézzük gyorsan még egy-két SMS-t, és utána már is jönnek a hírek, mert egy picit megcsúsztunk. Azt mondja, hogy pillanat. Az valahogy mi is felnőttünk. Ettünk csokit. Kár a műsoridót erre pazarolni. Írja nekünk egy hallgató. Igen. Hát mi is felnőttünk egyébként, ez tényleg így van. De a mennyiség nyilván más, hogy igen. Kedves fogyasztó vagy hallgató ismeri el, hogy más mennyiségek van. 40 évvel ezelőtt, mikor mi gyerekek voltunk a Jánossal, azért nem volt ilyen, hogy apukánk minden nap hazahozott egy tálcát. Igen. Mi a helyzet a túrós csoki bevonatú desszertekkel? Ez tejterméknek számít. A csoki bevonat szerepel rajta. Ez tejtermék abszolút. Ez tejtermék. Igen. Mi ezért a műzli szelettel nem egészen idéllik, beszélünk majd róla, 3 éves fiam imádja, ez nem csokoládé témakör, de akkor gyorsan válaszoljunk rá.
Tehát még egyszer. A műzli szelet. Szoktam javasolni, ezek között is van különbség. Inkább beszéljünk róla egy másik alkalommal. Ebben is van csokoládéreszelék, ahogy a joghurtokba is tesznek. A csokit inkább, hogy mondjam, ízanyagként használják, ez szerencsésebb. Szerencsésebb ilyet adni a gyerek kezébe. Jó, oké, Gábor, nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál. Még egy hetünk van a szaloncukrokról is beszélni majd, mert most nem akartam ide keverni, azért ott is vannak érdekességek, hogy miből készül a szaloncukor, meg mi van benne. Lesz majd egy e-mail címe egyébként ennek a rovatnak. Jó, ha bárki szeretne kérdezni a Gábortól, vagy témát javasol, hogy miről beszéljünk csütörtökön, ez 20 perc szerintem mindenki által kibírható, akkor majd a következő héten megadott e-mail címre tud nyugodtan írni. János, gondolja arra, hogy mi lesz a beleidben ebből a csokoládéban. Csak sokat kell dolgoznak a srácok. Téged felnyitnánk, ott nagy fekete lyukak lennének. 8:30 múlt pontosan 8 perccel jönnek a hírek, aztán itt vagyunk mi is. Pontosan 9 óra 3, mindenkinek jó reggelt. M3-as Nyíregyháza felé a 156-os kilométernél trafi, a pihenő kiáratánál hátulról mérnek, valamint az M7-esen is van egy, az 53-as kilométernél egy fekete kutya sétál. Akkor az nem trafi, hanem ott egy kutya sétál. Köszönjük és szépen. És ha van benne egy trafi a kutyában? Nem lehet tudni. Így van. Trafi Újpesten a Megyeri út, Csíksomi utca sarkán, ez gyufa küldte nekünk. És nagyon sok hozzászólás még Gáborunkhoz, aki jönni fog sokszor, és lehet tőle sokat kérdezni. Nehogy már ti mondjátok meg, hogy milyen csokit egyek így a gombócartúr. A honlapon van lehetőség visszahallgatni az étkező csokis részt. A feleségem csoki függő, és szeretném, ha meghallgatná. Köszi, Gábor. Na, a morningshow.hu-n az állandó vendégeink alatt felkerül majd Gábor fénykép, és az alatt ott lesznek a megszólalások egyenként dátumokra, témákra lebontva. Erre még kérünk egy kis időt, de ott lesz. Pár napon belül már ott is visszahallgatható. Illetve a hanganyagok között ott van már most is, vagy ott lesz az adás végére, de Gábor kap egy külön kis rovatszerűséget a Kassa TV meg a Peti mellett, és ott lesz az állandó vendégeink alatt. Figyelj, amíg még lenyelem az utolsó falat édesipari terméket, ami aztán később nyúlós, ragadós masszává válik a gyomromban, és én ezt egyáltalán nem bánom. Mi a helyzet az étcsokoládéval? De én ezt szeretem, hogy ti, vagy te ehhez majd kicsit ilyen szkeptikusan állsz, és egy csomó olyat kérdezel, amit te fogyasztóként kérdezel meg. Tehát ez nem baj. Nyúlós massza van a beleidben, de attól ez nem baj. Van, ne ostorozd magad. Gábor kellemes hangja és a teleszántságot, azt szerintem kevés, mint fel kéne zárkozni egy-két dologgal, például a körömletépéssel, meg élve nyúzással, meg ilyesmivel ahhoz, hogy én lemondjak ezekről a dolgokról. Egy részükről meg tudtok győzni, és ha meggyőző érvek jönnek, én készséggel elfogadom őket, és felül fogom vizsgálni a táplálkozásomat, de azért vannak dolgok, amikről nem vagyok hajlandó lemondani. Nem is kell, csak szerintem, ha egy kicsit így jobban átgondolod, akkor ez változhat. Hogy lehetnék én már egy ilyen szép szál deréklegény, ha ártan az a sok csoki, amit tettem. Még egyébként azt a halmot azt benyomja. Ezt a halmot benyomod, és meg vagy, igen. Rögtön mondom azért csak itt, csak szerintem, ha egy ilyen típusú nyilvánosság van az ember kezében, ami nekünk van, akkor sokan mondják, hogy mi ne komolykodjunk meg, hogy egy reggeli műsor miért komolykodik. Bármikor azért azt jegyezzük meg, hogyha komoly témánk van, akkor az esetek többsége arról szól, hogy hagyjátok már, nevetni akarok, nem? Meg jaj, ne csináljátok már, meg most ez miért vicces, röhögni akarok. De én azt gondolom, hogy például egy ilyen embernek lehetőséget adni, nem több, mint egy héten 20-25 percben elmond egy témakörhöz kapcsolódva érdekes, fontos dolgokat, arra szerintem nagyon-nagyon éhesek. És ilyen viszonylag kevés van. És ez nem azt jelenti, hogy mi mindig komolykodni fogunk, mert nyilván nem ez a célja, értelme egy reggeli műsornak. De néha szerintem kell ilyen dolgokról beszélni, amitől a hallgató egy kicsit jobban tudatosodik. És lehet, hogy ma, ha csak ketten átgondolják, hogy leveszi a 60 méretű, 60 centi, mindegy, semmiből nem álló rossz minőségűt, hogy elolvassa és vesz valami mást, akkor már nyert ügyünk van. Valami világmárkától, hát valamilyen manufaktúrától, vagy valamilyen kézműves terméket, ami tényleg minőség. Én azért örülök egyébként ennek a dolognak, mert alapvetően ugye külön-külön lehet, hogy nem lenne velük probléma. Csak az a baj, hogy mondjuk a gyerek is nem külön-külön egy-egy dolgot fogyaszt, olyat, ami esetleg káros lehet nagy mennyiségben, hanem amikor ezek a dolgok összeadódnak. Az lehet nagyon problémás, és hogyha elmondja a Gábor is, meg te is ezeket a dolgokat, akkor nagyon sok szülő ki tud sakkozni tényleg rizikófaktorokat a gyermeknek a táplálkozásából, és ez mindenképpen hasznos. Igen. Amit kérdez, az étcsoki? Étcsokoládé. Az étcsokit, igen. Az étcsokiról a Gábor azt mondja, hogy baromi jó, sokkal magasabb a kakaóbajtartalma, és sokkal kevesebb benne a cukor.
Tehát, hogy az már például egy jó megoldás, ha te egy csokit próbálsz a gyerek kezébe adni, egészségesebb szívre és idegre, és jó egy szelet csoki a vizsga előtt, ha bedobod, mert kicsit megdob téged a koffein, de az étcsoki például az már egy választható, sokkal jobb megoldás. Na látod, itt például még egy csomó félre is felismerülhetett volna, és azt elfelejtettem megkérdezni, mi van akkor, ha például mondjuk a cukort, vagy a cukrot, vagy a cukortartalmat például hozzáadott gyümölccsel pótolják. Uh-huh. Hát, mert beszélünk erről, és akarok édesítőkről is, hogy mi van, hogy van, mennyi az egészséges gyereknek, mit okoz, aszpartám, stb. Tehát van miről beszélni. Tehát 75% fölötti az étcsoki is, és az mindig mondják, hogy ez nagyon drága. Igen, viszont tized annyi elég belőle. Egy kocka. Ez is igaz. Ugye? Egy kocka is meg vagy ízben. Igen. Na jó van, csütörtökön folytatjuk. Most pedig valakivel már is hármasugrást játszunk. Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggelt! Halló, jó reggelt, sziasztok! Hello, Erzsi, hello! Igen? Erzsi, honnan hívsz minket? Tolna megyéből. Azon belül? Medina. Azon belül? Rá, koncentra, 30. Jó, azon belül, második emelet, azon belül 37. Kicsit úgy megpróbáltad eltitkolni ezt a dolgot, hogy hallom, nem? Úgy finoman, hogy ne derüljön ki. Tudod, Kisfalu. De így, ha holnap lemész a pékhez, akkor azt mondja, nézd már, ő játszott a Balázsék, a kövezzük meg. Tehát tényleg? Tehát, hogy aki játszik velünk, az ellenség tárgya? Nem, az, hogy ellenség, csak tudod. De aranyosak vagytok, most nézem, hogy összesen 825 fő lakik a faluban, illetve községben. Igen. Hát, egyébként mire gondolsz, hogy nem ismerik meg a hangodat, az a 824 ember, akiből egyébként most valószínűleg 300 hallgat minket? Tehát ez már... Figyelj, annyira nem ismernek engem a faluban, tehát na, a hangomról nem valószínű, hogy megismernek. Aha. Milyen Erzsi vagy? Dehogy is nem. Na jól van. Mit csinálsz, mi a foglalkozásod? Kicsit félbe kérdezem. Hát, tetteli vagyok, itthon vagyok. Otthon vagy, jól van. Uh-huh. Oké, Jani, milyenek a kérdések? Nem nehezek, és gratulálunk természetesen a jegeste a csomagodhoz, amit már meg is nyertél. Köszönöm. Mielőtt bármire is válaszoltál volna, mert ezen a héten ugye minden hármas ugrást játszó hallgatónak ez jár. Bizonyan. Mehetünk? Igen, kezdhetünk. Így szól az első kérdés. Milyen közismert hőkezelési eljárással tartósítják a jegesteákat? Pasztorizálják. Kened vágod. Hát itt a sört is. Így ugye? Van. És akkor már nem lehet rossz. Mehetünk tovább? Igen. Így szól a második kérdés. Melyik sportág világklasszis képviselője volt Pavel Nedvegy? Húha. Nekem Nedvegy. Akkor legyen úgy. Pavel Nedved. Nedved? Igen, a te nedved. Te nedved? Nem az enyém, te nem. Talán súlyemelő. Olyasmi, sajnos. De nem, sajnos nem. Ő egy labdarúgó volt. 2009-ben vonult vissza aranylabdásként. Fociba sajna nem vagyok otthon. Erzsi. Sajnálom. Mi is. Van egy ajándékcsomagod, jó? Egy nagyon klassz kis jegeste ajándékcsomag, az biztos, nagyon hogy megvan. Nagyon szépen, köszönöm. Morning Show-s Klassz FM-es az még nem lesz. Hát, majd legközelebb. Oké, köszi. Köszi szépen, sziasztok! Ez volt a hármasugrás a Morning Show-val. Készülj a következő megmérettetésre. Egy perc van pontosan 9 óra, jövünk vissza nem sokára. Dombóvári Istvánnal, kinek kellene őt bemutatni? Jön a Pista. Jön a Pista, jön hozzánk Dombi, mert hogy ő is könyvet ír, gyerekek, tényleg mindenki. Tehát oda kell pirítanunk most már. Kormos Anett kolléganőjével együtt létrehozták a Nagy Rost könyvet. A Nagy Rost könyvet, erről beszélgetünk, erről kérdezzük majd Dombóvári Istvánt a hírek után. Ha indul a reggel és kivet az ágy, ha már a csapfelet habzik a szád, a zuhany alatt, majd a kávé után, a kormány mögött vagy kint az utcán. Télen és nyáron, ha hajnal hasad, ha meló van, vagy csak pirítod a hasad. Valami felrász, magához húz, perc már kor előtt, vagy egy hiány busz. Tudod, hol a helyed, ha robban két szó. Hölgyeim és uraim, ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Újra az éterbe robban Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Itt a Klassz FM-en. 9 óra 14 perccel, jó reggelt kívánunk mindenkinek. 4-es út Budapest felé 72-es kilométerénél mérnek, ezt Forrest küldte nekünk. Az M7-esen Budapest felé trafi a 97-es kilométernél. Toncsó Panza. Üzeni.
M7-es, 95-ös kilométeren, igen, Agyip útnál kitereléses kontroll készül. Ezt Tamás küldte nekünk, és az M35-ösön Debrecen felé, trafi a 18-as kilométernél a pihenőnél, a sárga üzente. A MÁV-nál válságstábot hozott létre a főnökünk, mert a vonattal jövő kollégák az utóbbi időben fél, egy és másfél órát késnek. Ez lehetetlené teszi a cég életét. Ki nem akarják rúgni ezeket a kollégákat, de nagy gondot okoznak, hogy nincsenek időben a helyükön. Hát az ugye ciki lenne őt azért kirúgni, a mávos dolgozót, mert egy mávos vonattal késik. Tehát akkor érted? Tehát ez egy kicsit ilyen kibékíthetetlen ellentétnek tűnik. De ez már mennyire tudja, hogy a mávon belül válságstábolnak, hogy nem érnek be a kollégák, nem? ez már a vég. Ez már a vég, de nem baj. Kavalec Imre írjen nekünk, hogy ez valóban így van-e. Ami drága Imrénk. Igen. Akivel már ilyen üzenő viszonyban vagyunk, ugye a MÁV Inform ügyeletese, ő naponta négy e-mailt küld nekünk, mindenre reagál, amit a MÁV-val kapcsolatban mondunk. Zsiványozás van? Nem tudom, Karolina majd behozza, szerintem a zsiványozása még nem írt, lehet, hogy most nem tud minket hallgatni. Reggel kétszer megemlítettük a ceglédi vasútvonalat, ugye ott is késés van. Azonnal. Tehát Kavalec Imre azonnal írt, mint MÁV Inform ügyeletes. Hát erősítse meg nekünk, hogy ez valóban így van-e a MÁV-nál, hogy válságstábolnak a nem bejutó kollégákról. De egyébként el tudom képzelni. Hát nekik ez ugyanúgy szívás, mint mindenki másnak, aki egyébként nem ér be. Na jó, de te magad vagy hibás azért, hogy nem érsz be. Hogy van ez? Igen, csak az a baj, hogy míg a MÁV tudja önmagát hibáztatni, addig más munkahelyeken viszont csak az embert hibáztatják, aki nem ér be, és rúgják ki azonnal. Nem? Vagy mondjuk öt késés után. Csiába nem telt róla. Ár az Árpád híd, írja nekünk egy hallgató az okát, tudjuk-e? Nem, innen nem. De ha elkülditek, akkor hát mondani fogjuk. Egyik oka az lehet, hogy Pestről, hogy hajtasz fel, ott szépen ilyen sárga sávokat fölhúztak a felújítás miatt. Aztán most az történt, na, hogy valaki más is húzott föl sárga sávot, és valószínűleg nem egyeztettek. Tehát, hogyha te jobbról, vagy balra jössz kifelé a városból a Váci úton, és balra fölkanyarodsz a hídra, akkor fogalmad nincs, hogy hova tarts. De fogalmad csak nincs. Úgy mész valamerre? Megy 45 ilyen sárga vonal, és próbálod követni az egyiket, már olyan vagy, mint a villamos, egyszer majd csak odaérünk, és bámulatos. Tehát ott azt nem beszélték meg a fiúk. Ott nincs egyeztetve. Szerintem az lehet. De legalább szép lesz. Jó? Már hogy egy pár év múlva. Igen. Na, vendégünk van, mert hogy ugye apropója is van annak, hogy vendégünk van, hogy ilyen szépen mondjam napokban, jól mondom, csak Bólincs meg, ne szólalj meg, nehogy igen nap Bólintom. Ezen a pénteken? Két hete pénteken? Két hete már van, de most? Jó. De most. Szóval két hete már van, de most lesz majd a nagy esemény, amikor is Kormos Anettnek és Dombóvári Istvánnak megjelenik a közös könyve, a Nagy Rossz Könyv. Hello István, jó reggelt kívánunk, ciao. Sziasztok, jó reggelt! Hello, ja, Dombi! Zenésen úgy fogalmaztam volna, hogy az első videóklip már két hete kijött, és most jön az album. Na, a Nagy Rossz Könyvről nekem az az adás jut eszembe, ami volt, ugye? Igen, az az egy. Az az egy. Hmm. Hogy erről írtatok most könyvet, arról az egyről? Nem. Az a jelenség inspirált meg minket. Azért az jó néz neki, nem egy adást így. Imádnám. Tök párbeszéddel. Tehát ott lenne benne az összes. Igen. Kamera vált, feróra. Igen, vissza. Mindezt másfél évvel az adás után már. Mert igen, hogy most már aztán végképp elfelejtette mindenki. Nem, egy adást ért meg, mert kicsit kegyetlenek a nézők. Tehát egyrészt Amerikát kérik rajtunk számon, aztán amikor hozzuk nekik egy kis adagba, akkor meg sokalják. De majd beszélünk erről a jelenségről. Maga a jelenség érintette meg, ez a rósztolás, aminek a könyvhátulján ott van a magyarázata, ez a alázva tisztelgés. Tehát egy másfajta, úgy is lehet valakit szeretgetni, hogy nem csak körben nyalogatod, hanem úgy megadod neki. Az Amcsiknál ennek remek hagyománya van, és mi rámentünk az összes karaktert, celeb karaktert, hétköznapi karaktert, szomszéd, rendőr, főnök, amit el tudsz képzelni. De neveket akkor nem mondtok ki. Nem mondtunk ki, bár hogyha valaki nem tudja a fitnessházas párból, meg az úszó írónőből összerakni, hogy kiről van szó. Jó, végigmegyünk majd, hogy mik vannak, de magáról a rossztolásról beszéljünk kicsit, ugye, hát valakinek ez most lehet, hogy túl gyors volt. Ugye Amerikában ugye ez egy bevett műfaj, erre műsorok épülnek, hát aki látott ilyet, az tudja, hogy nem, hogy a kanyarban nem vagyunk, sehol nem vagyunk hozzájuk képest. Ugye, amit ti is csináltatok abban az egyben, aminek aztán sajnos nem lett folytatása, egy főceleb ugye kiállva hallgatja meg, hogy a többi egyébként barát, ismerős, szakmabeli kolléga mit mond róla. Az egyetlen magyar műsorban ez az illető, ez Nagy Feró volt. Nagy Feró volt, igen. Mert nem is vállalta volna más, ezt hozzá kell tennem.
Na így van. Nagyon nagyot merítettünk ám az emberek közül. Te nagyon jó, amit mondasz egyébként, ugye ezt most mi is tapasztaljuk azért itt a Wundersönnél, hogy sokszor Amerikát kérik rajtad számon. De azok igen. A celebek, akik viszont élnek, jönnek, közlekednek, posztolnak, szeretnek, imádnak szerepelni, egyébként nem is tudnak szerepelni, csak szeretnek szerepelni. Mindig ezt mondom. Tehát, hogy Magyarországon egy ilyet nincs ember, aki elvállal. Én a Pamela Andersonos példát tudom mondani, amikor ő volt rossz. Az egyik legdurvább. Két évvel ezelőtt valami kábel csatornán megláttam Pamela Anderson áll, brutál Jolinski mellek, haj megcsinálva, áll középen, és jön a Tommy Lee-től kezdve, a szakmabeli, a stáb, és mindenki. És ott durván megkapta. Iszonyatosan megkapta. Dehogy, mindent elmondtak róla, hogy te mi vagy, hogy feküdtél össze a David Hasselhoff, hogy mit csináltál, röhögik. Konkrétan, és csak hogy lehessen érzékeltetni, és mégis radio friendly maradjak, volt, aki azt mondta neki, hogy Pamela Andersonnak, hogy az ő szájában több ondó van, mint Mike Tyson heréjében. Nagyon rádióbarát maradtál. Azt hiszem, hogy egyetlen csúnya szó nem volt. És hogy Pamela. És belefér. És tudod, az van, hogy tudják, hogy celebek, tudják, hogy nem kell megsértődni, tudják, hogy ezzel lehet röhögni is, és ez Magyarországon egyáltalán nincs meg. Tehát ami itt van, és aztán rögtön tudunk dobálni a könyvről, csak ennek kapcsán el tudom mondani, ez a fajta hiperérzékenység, ez a fajta sértődékenység, ez a fajta magamat túl komolyan veszem, és más is vegyen komolyan, hogy nem tudok magamon röhögni, hogy nem hagyom, hogy rajtam röhögjenek. Hogy azt gondolom, hogy ha valaki kicsit megcsipked, megszurkál, mi ahogy tettük az első egy-két adáson, vagy akár itt a rádióban. Ti is rossztoltok azért. Perel, sértődik, nem veszi föl a telefon, durcál. Nem mer bejönni, tehát a kanyarban nem vagyunk. És amit te mondasz, hogy mindenki Amerikát kéri számon, hogy legyél Jimmy Kimmel, meg Jimmy Fallon, meg ez az, nem? Hogy? Közben pedig egyszer megteszed, igen. És mindenki vérig sértődik. Tehát annyira le vagyunk maradva, hogy ez döbbenet. És van még egy nagyon jellegzetes ilyen celeb hozzáállás, hogy máshol röhögél, de rajta nem. Igen, ja, persze, igen. Nyugodtan csináltam, csak ne velem. És a Pamela végig tudta, hogy humor, röhögött, jó ízűen röhögött. Nyilván volt egy csomó valóság alapja annak, hogy feküdt össze a David Hasselhoff-al a béves forgatásán a lakókocsiba, és mentek be még hatan, és teli szájjal tudott ezen röhögni, hogy 2 percenként a Beat szó volt a legenyhébb, amit mondtak róla. És nem a tengerpart. Az a lényeg, hogy és ez nem csak magának a humornak, a szórakoztatásnak, magának az életnek lenne az egyik fő velője, úgymond, hogy bakker, egy picit engedjük már el magunkat, dőljünk hátra. Ja, és egy rossz hasonlattal élve, hogy Amerikát kérik rajtunk számon, egy kicsit olyan, mintha az emberke beülne a sötét szobába enni, és miután szétette magát, utána pompollány szeretne lenni. Hogy nyitni akarunk valami felé, de nem akarjuk mégse. Így van. Figyelj, Sodelkóra mindig azt mondták, hogy kicsit uncsi már a formátum, és mindig akarunk változtatni rajta, mindig van benne valami új. És akkor meg azt mondják, kérjük vissza a régit. Tehát olyan nehéz. Itt nálunk is mindenki gyakorlatilag felesküdött a szórakoztatásra. Tehát mi is a nulláról kezdtük, és olyan jó volt, hogy szépen épült fel. És amikor tényleg újdonságokat csinálsz, azért ez a roast, nekem ez a legnagyobb büszkeségem. A Thália Színház, hát 4-szer akkora stáb, csomó kamera. És mondom, tehát kellett hozzá egy olyan... Méretre csináltatod, smoking? Nem, hátul összevágtam. A stylistok réme vagyok, és nem csak azért, amire gondolsz. Na szóval az a lényeg, hogy büszkék voltunk rá mindannyian, és meg kell mondjam, hogy sajnos nem érte el azt a hatást. A levelek nagy részében nem is az volt, hogy rossz a műsor, hanem hogy mi ez. Tehát csináltunk egy kis filmet az elejére, ahol magyaráztuk, hogy mi lenne ez. És egy picit azt hiszem, hogy a saját magunk által emelt falakba ütközünk mindig, és szeretünk ott maradni. Nem szeretünk átnézni. Abszolút, abszolút így van. Ez igaz a nézőkre is. Volna, hogyha sikeres a műsor, mert nem tudtatok volna a második vendéget. És a másik az, hogy ugye kellett egy olyan volumenű ember, aki nagyon nagy neveket hívtunk, és volt, aki kapásba visszautasította, volt, aki gondolkodott rajta, és utána utasította vissza. És csak is kizárólag, mondhatom, Nagy Feró volt, aki azt mondta, gyerekek, csináljuk. Mert ehhez egy olyan szellem kell. Megmondtuk neki, hogy ezt a műsort nem lehet úgy szerkeszteni, hogy te látod majd, hogy miről, mi lesz szóról. Itt szabad mondani, kezet persze. Kell adni. Meg kell mondanod a témákat, amit ne érintsünk, ha van valami olyan, mert ez egy kísérleti műsor. Akkor arról nem beszélünk, de viszont akkor minden más. Feru egyetlen ilyen témát csalott meg. És akkor szó volt, ugye mindenről. És még szőrmentén csináltuk. Tehát potenciálnövelő, ugye mégis. A korával hát a nagy klasszikusok, persze. A korával, a zenei állomásokkal, a bőrgatyával, a sztárok a jégennel, mindennel. Ez tökösség, ez a tökösség a magyar celebek nagy részében nincsen meg. Ezt mi is számtalanszor tapasztaltuk az elmúlt hetek során, hogy ez egyébként tökös rádiós, tévés közszereplő, aki úgy van beállítva, hogy a fene gyerek, hát hozzánk nem jön el. Rettegnek. Tehát képzeld el, ezt ti is tudjátok, bár ugye ti alapján nem hívtok vendégeket, vagyis hát nem vendégközpontú a Söder, hogy olyan szintű félelem van bennük,
És amikor az első pár adás után elkezdett működni a dolog, a nézők ugye elkezdték szeretni, akkor azok, hogy nem jönnek, mert hogy róluk van egy kép. És félnek, hogy ez a kép lehullik, és mondok nekik, hogy figyeljetek ide, de hogy hullik le, ha te eljössz, jól érzed magad, kilépsz abból a szerepből, amiben megszoktunk, kicsit más arcodat mutatod meg, az hidd el, hogy szimpatikus lesz, és nem mernek eljönni. 10-ből 8 ember nem mer eljönni. És azt mondja, hogy egyébként nézi a műsort, igen, kedveli a műsort, jönne, de nem mert tudja, hogy itt valami csibészkedés lesz, és egyszerűen fél. Tehát megdöbbentő. Amúgy meg köszönje meg, hogy lehullik az a kép. Tehát szerintem is szerintem, egyébként. Szerintem mindenkit jobban szeretnek, ha látják, hogy ő nem csak az a megcsinált, az a... Vannak olyan arcok, akik tényleg olyanok, hogy nem is láttad még élőben az utcán. Tehát nem is ismered, hogy mi lehet ő. Csak egy poszt ismersz belőle. Egy karaktert, egy megcsinált valamit. Hát ez a Wunderschön műsor, amiben én is ott lehettem, köszönöm nektek, remélem el, nem lettem belőle. Őt túrtad ki? Úgy se értem. Persze, ti meg a bumerángot. Igen. Együtt kinyírtunk mindenkit gyakorlatilag. Mindenki. Most kik jönnek? Amcsik leszünk. Felveszünk az állampolgárságot, aztán nézhetnek. Na, szóval az a lényeg, hogy ott tényleg megmutatták azért az emberkék, hogy ők mások is lehetnek. Mondok ki konkrét példát. Wunderschön vége párbaj. Ugye a vége párban arról szól, hogy egy adott celebet mindig más szituációba hozunk, kicsit teszteljük, hogy mit bír. És van egy nagy klasszikus párbaj, ez az úgynevezett tojás párbaj. Ami nem szól másról, mint hogy két műsorvezető egyébként leül egymással szembe, és egy 6-os vagy egy 12-es tojásból elővesz tojásokat. Hallod, azt feltűntem úgy, hogy Magyarországon a tucat tojás az 10. Igen, egyébként tényleg. Ez zseniális. Átadta kettő, gyorsan lecsipentenek. Igen. 10-es. A tojásokból vannak fő tojások, meg vannak igazi nyers tojások. A lényeg, hogy a párbajozó és az ellenfél benyúl, és nem tudja, hogy mi van. Tanyasi orosz rulett. Megfogod, és a fejedhez vágod. Nyilvánvalóan egy baromság. Nyilvánvalóan egy gegg az egész, hiszen senki nem azt gondolja, hogy te most azért csinálod, hogy most ott folyjon rajtad a tojás, poén az egész. Nem volt ember, aki ezt elvállalta. Nem volt ember, aki azt mondta, hogy hát gyerekek, én ezt megcsinálom, nem akarom, nem csinálom, ne az olyan ciki, folyik a tojás. Folyik a tojás. És megkerestünk A kategóriás embereket, akik egyébként utána vendégeink voltak, és sokszor más játszottunk velük, mert például ebben nem voltak hajlandóak bevállalni. És itt érteni kell, hogy ez milyen olcsó a tojás, közben pedig nem. Tehát közben pedig, amikor Tom Cruise bemegy a Jimmy Fallonhoz, és csinálnak mást, érted, és leönti magát vízzel, vagy mit tudom én, akkor meg azt mondja a Tom Cruise, hogy ez neki belefér. Érted? És ott ül mondjuk a Jimmy Kimmelnél, vagy a Jimmy Fallonnál egy late night-ba, és leönti magát egy pohár vízzel, és azt mondja, gyerekek, röhögjünk, fölemel ki pohár, öntsük le, show business, röhögünk, nem aláztok ettől meg. Nem volt ember, aki bevállalt. Óriási erény az, hogyha egy ember meg tudja mutatni, hogy akármilyen is vagyok, nekem még ez is belefér. És belefér, és tudod, pont ettől, hogy bemered vállalni, és igen, belefér, ahogy én fölhúzottam magam egy szadomazó klubba feje lefelé, te pedig befóliáztattad magad. Egy kicsit éreztük, és ti ott voltatok, csak volt egy kamera. Igen, pont ezen határok feszegetésére tudják azt mondani, és rosszul értelmezik. Azt gondolják az A kategóriás celebek, hogy én ezt bevállalom, az milyen ciki. Pedig a nézők egyébként nem így gondolnak. Úgy gondolnak, hogy basszus, de jó fej, egyébként tök jó az, hogy megcsinálta. És ezen nem tudnak átlépni, ezen a gondolkodásmódon. Ezért nem vállalom be, mert ciki, sérül az imidzsem. És ezek alapok. Tehát ez tök alap. Ha ezen nem jutunk túl, akkor itt nem lesz semmi. Tehát ha Tom Cruise leönti magát, és folyik róla, és megy, és azt se tudja, hogy hol van, és törlik, és teli szája röhög a műsorvezető, és örjön a közönség, ezt a Tom Cruise megcsinálja, itt még nem csinálja. Emlékeztek Ricky Gervaisnek? Emlékeztek a Golden Globe szövegére, az átadóra? Nálunk azért egy csatornát törölnének el. Mi a volt? Földszínéről. Hát konkrétan vallási és nem identitásokkal viccelődött, olyan sztárokkal, akik ott ültek vele szembe. Aha. Tehát mesélt egy filmről, ami azt mondja, arról szól, hogy egy heteroszexuális tetteti magát homoszexuálisnak, pont ellentétben, mint az egyik leghíresebb szientológus, csak oda nézett Tom Cruise-ra. Nálunk ezért hallod? A földdel egyenlő. Csak hogy reagálnak, hallgatok? Balázs, álszent vagy, te sem vállalnád el, írják a tojástörésre. Hát, én lettem volna az egyik párbajozó. Tehát én mondtam az embereknek, hogy gyerekek, én fogok ott ülni veletek szemben, ha húzom ki a tojást, akkor az én fejemen fog összetörni, mert ez egy gag. Tehát, hogy ez alapjában mi szerettük volna, bocsánat, én szerettem volna megcsinálni. Fura, hogy de nem is akarlak, tehát nem is kell egyébként téged ebben a dologban megvédeni. De nem is kell, de persze, szerintem nézzük már végig, tehát, hogy aki nem látta, vagy aki látta ezt a műsort is, és figyelemmel kísért ezt az elmúlt hét adást, azért Balázs ennél meredekebb szituációkban is látott a számtalan, nem is ez az érdekes, egy nagyon, mert ugye negatív példákat mondtuk, egy pozitív és nagyon jó példát mindenképpen mondanék, az Szellő István volt, aki egyértelműen A kategóriás, nem is celeb kategória, és azt gondolom, hogy hivatkozási alap a saját műfajában. Neki például nem esett le az aranygyűrű a kezéről, eljött, megcsinálta,
csinálni. Szivattunk, élvezte, szellő. Igen. Hát ki lett vágva a műsorból a szellőnél, konkrétan lementem az ölébe, majd főjöttem, igen, vagy nem, lementem, nem majd nem lett kiválva. Finomítva lett. Jelzés értékel, ott volt ez a dolog. A szellővel azt mondja, hogy ültem mellette, és mint Antónia, ugye, mint nőt képviselve, nyilván az Antóni nem csinálja ezt a szellőnek. Hát nem, hogy legalábbis megvárja a bejátszást. Mire a szellő egyébként zökkenőmentesen olvasta az egészet, és azt mondja, gyerekeket tudunk ezzel rögni, ez a show business, csináljuk meg. Tudja, hogy miről szól ez a műfaj. De az ő hozzáállása az a fehér holló. Tényleg. Kategória most. Meg ez a gag, hát most figyelj, ez amit, hogyha a Kalandrafalban annak idején Rokkó nem vállalta volna el a szereplés, mert az abban a passzos ezüstruhában emlékszel rá, ott mindenki egyforma. Igen. Nagyon hiányzik ez. Az emberekből is azt gondolom, a magyar mentalitás kicsit ilyen. Egyrészt tényleg várjuk, hogy valaki valamiben dögöljön már bele végre. Ezt tudni is sokszor hangsúlyozom. Közben ez a magunkon és a közszereplők is, hogy kicsit tudjunk röhögni magunkat, és ne vegyünk magunkat annyira komolyan, vagy saját magunkat, ez egész egyszerűen. Tudod, mi lenne a magyar Jackass? Így négy híres ember ülne egymással az ember egy fotelba, és Népszabadságot olvasnának. Max ez, amit befér, ami belefér. Igen. Ír egy hallgató, Gerard Butler, ugye többek között a 300-ben játszott, nagyon jó filmjei vannak. Veronában egy hasonló műsorban látta valaki, a seggén ugrált 20 métert. Ugye van ez, amikor egy ugrász őrjöngtek érte, írja a hallgató. És Gerard Butler, érted? Mert tudják, hogy működik. És tudják, hogy miről szól. Hát, a frisbee-ben ezt nem merte volna. Egyébként, ha már a Hajdút említed, ebből a szempontból a Hajdút például tudom. Vagy kedvelem, mert tudja, hogy ez hogy működik, és bármikor, ha cinkeled, megemlíted, beszólsz neki, rölkettőt rajta, mert tudja, hogy ez is nem sértődik meg ellenben, vagy szemben egyébként nagyon sok más emberrel. Hát az a Hajdút, gondolom, ti is meg marogatjátok, nem? Én is ismerem őt. Hát annak idején, figyelj, még az ATV-n dolgozott, volt ott egy ilyen humorfesztiválja, amit mai napig ismételnek. Tehát vágod egy 2005-ös műsor, amikor oda kapcsolok, hát, mindig van, a humorfesztivál, tudom. Humorfesztivál zseniális, tehát Thomas Gandhi és egyéb ilyen nagy nevek mondták meg, hogy mennyire vagyunk viccesek, és mégis a pályán vagyunk valamennyire. És képzeld el, hogy a legaranyosabb volt, azt is a Peti rendezte, Gyoma Endrődön, vagy hol, valahol felléptünk, Gyopárosfürdőn, bocsánat, felléptünk egy strandon, ahol nem volt közönség, de oda vágtak utána egy olyan közönséget, egy győri bunatos közönséget. Óriási. Hihetetlen. Fetina. Egy üres medencének adtam elő, de remekül szórakoztak Győrben, 3 évvel később. Na, miről írtok ebben a könyvben? Tehát a nagy klasszik, hogy mit tudom én, a rendőr, a celeb, látom, hogy a reggeli műsor, tehát ezeket a mindenki által ismert, úgymond kliséket rosztoljátok tulajdonképpen? Így van, ez a leghelyesebb. Itt a nézőpont, az aspektus az, ami más. Nyilván olvastunk már szomszédról, olvastunk már rendőrről, főnökről, szomszédról, tanítóról, csak így rosztosan mentünk neki. Tehát ez pont arról szól, hogy szétgyalázzuk. A könyvnek egyébként az a funkciója, a kommentelőkből indultunk ki, hogy mindenki divat bántani, ezt észrevettétek, nem? Felcsaptok egy ilyen reggeli, egy ilyen bulvár újságot, 100 kommentből, és tök mindegy, miről van szó, gyereket szült, új műsora van, mindegyiket odaírják, menjen a francba, menjen inkább dolgozni, dögöljön meg. Döbbenet, ami zajlik egyébként. És mi segíteni akartunk, mivel a gyűlölet ellen nem tudunk tenni, ezért, tehát reggel az ember már felszívja magát. Micsoda, ennek is új filmje van, rohadjon meg, én meg megyek be a gyárba, tudod? Én abszolút nem olvasok kommenteket, csak tudom, hogy miért, ettől megkímélem magam, tehát jó, ez rövid az élet. És ez nem kritika, és előre, ez nem kritika, hogy rohadjál. Ez nem kritika. Az, hogy menj a francba, az már igen. De mi igazából kicsit, tudod, vannak az előkészítet, vannak a félkészételek. Mi itt előutáltuk neked az emberkéket, hogy ha elolvasod, akkor mire beérsz a munkahelyre, már ne legyél annyira mérges. És igazából jó, először csináltunk olyat, hogy megnézed a fülszöveget, nem a szokásos duma mikor született, hanem az internetről levettünk létező, minket bántó, legdurvább alázásokat. És igazak is, hogy ezt legyük. Sokáig azt gondoltam, hogy jó vagy, de aztán rájöttem, hogy szar vagy. Ezt Anettnak mondták, én vagyok a hátulján, nézd meg az én elsőmet, az én első... Dobovári, a magyar stand-up segjuka. Látod? És Garzi, kommentelő, nagyon jó. Dobovári gusztustalan és humortalan. Hogy engedhetik be oda, ahol az emberek viccesek? Szóval ez a lényeg, nyilván, tehát meg kell mutatnod azt, hogy te magad is nem úgy elviseled, hanem meg is mutatod azt, hogy téged hogy bántottak a legjobban. Ez mind arra szólna amúgy, hogy ezt, amiről beszéltünk, amit a legelején felhoztál, ezeket a kéretlen gátlásokat, hogy valahogy oldjuk már fel. Tehát ez Kormos Anettről szarhumorista vagy, de megdugnálak. Ennyi. Béla a kommentelő. Ezek ott vannak fönn, de neten. Figyelj, amikor nekifogtunk, hogy gyalázásokat gyűjtsünk magunkról neten, nem gondoltuk, hogy ennyire könnyű dolgunk lesz. Hallod, hát ez mostanában a legkönnyűbb. Hát gyalázat gyűjteni önmagadról. Hihetlenek. Viszont egy könyv megírása, az ketten kellettetek. Így van, ez is V. János kommentelő.
elő. V. János trollkodik egy kicsit. Szóval nyilván ez csak egy ilyen szórakoztató kis könnyed, súlytalan alkotás lenne, de az lenne a lényeg, hogy ezt a roastot a tévéműsorra csak vissza akartunk utalni. Nincs köze magát a műsorhoz. Hanem pont ez, hogy egy kicsit nyissunk már más dolgok felé. De tényleg, láttatok a Lódító Hódító című filmet? The Invention of Flying. Múltkor pont erről beszéltem. A címe alapján nem. Lehet, hogy jó. Ez a magyarosítás. Ez a magyarosítás. Annak idején a videókazetta korszakban hazavittem egy olyan filmet, aminek az volt a címe, hogy Hit the Space. És magyarul meg úgy mondták, hogy üsd le a szó közt. Yeah. Azért egy ilyen címmel eladni egy VHS. Hát figyelj, Oxfordi fordító volt azért, igen, komoly magaslaton. Na és az a lényeg, hogy egy olyan világban, ahol mindenki őszinte, még film se lehet. Ott olyan filmek voltak a moziban, hogy egy ember ült egy karosszékbe, és a történelemből olvasott fel. Szóval egy picit lazuljunk, tehát a tévéműsor, a szórakoztató műsorokat próbáljuk úgy nézni, amire valók. Gondolj bele, hogy el tudod képzelni azt, hogy milyen nehéz lenne ma Latinovics Zoltán mondjuk egy ilyen kaliberű ember. Ma tudod, mit mondanak neki? Beszédhibás. Furán beszél. Iszik. Abszolút igazad. Így mennének rá. Sinkovics Imre, nem tud kitörni törpapából. Igen. Az ilyen emberek, ha beszélgetek ilyen emberekkel, néha összeakadok, tudod, így oda megszólítanak, hogy elmondják, hogy mi a rossz. És mondom, hogy figyelj, barátom, akkor mit néznél? Vagy neked mi tetszene? Tudod, csak egy visszakérdez, és nem tud mit mondani. Tehát ebben az a megdöbbentő ugyanakkor, hogy nyilván fikázzuk azt, ami van. Nyilván a saját életünk frusztráltságát tegyük bele a kommentekben, rendben van. De amikor egyébként azt mondják, hogy mondj valamit, tanácsolj valamit, te mit néznél, mit olvasnál, mihez nyúlnál? Neked kell tudni. Mit leülnél a tévébe, és választhatnál egy műsort, amit szívesen megnézni, mondj egy dolgot, és nem tud. Tehát, hogy ebben ez a megdöbbentő. Igen. Építő kritikát nem tud. Csak pusztítani, csak rombolni, csak ölni, csak kínozni, csak bántani. Az viszont meg a tévés után... blogger miért nem jön el egy két hétre, három hétre gyakornoknak? Segítsen már! Hát igen, az is. Még a kardigányát is hozhatnám. Annyi mindent tud. Azt én is, mi is megkaptuk. A humoristaságban az a jó, vagy az előny talán, hogy ha mondjuk azért támadnak, hogy egy szerkesztett műsor, össze van vágva, ki van vágva biztos a műsorból, ami rossz poén volt, hogy akkor mondhatom, hogy gyertek el egy élő fellépés, és láthatjátok, hogy az nagyrészt tényleg improvizációról szól, és nehéz dolga van annak az embernek, aki nem tud, de nehogy ezt itt valaki azt mondja, hogy jó, elmegyek és megnézem. Azt mondja, hogy az is biztos úgy lesz. De mi az oka szerinted? Kíváncsi vagyok, nekem erről van egy elméletem, erről az elképesztő gyűlölet hullámról. Amit most ti most nyilván ebben a könyvben viccesen megfordítva, szellemesen próbáltok egy-egy dologról, tényezőről, jelenségről írni, de hogy ilyen fokú az a fajta indulat és gyűlölet hullám, amivel bárkivel kapcsolatban azt várják, hogy az ember dögöljön bele, hibázzon, bukjon már el, magamon azt egyébként abszolút érzem, hogy ide süllyedtünk, vagy hogy ez a mentális állapota az országnak. Szóval én ezt megértem, hiszen évek óta dolgozok veled. Te is ezt várom. Végre egyszer hassaljak már el. Mennyire megérdemli, mennyire jól ment, mennyire minden úgy van. Bukjon már, rohadjon meg. Na az a lényeg, hogy nem tudom, te elmélted mi. Én remélem, hogy én nem vagyok annyi anyagi összemléletű. Én nem hiszem azt, mert nagyon divat ráhúzni a gazdasági válság lesz egészet. Hogy amiatt vagyunk rossz kedvűek, mert hogy visszavették a Suzukit. Hát nem hiszem én azt el. Inkább arról van szó, hogy kicsit, mint hogyha szűkülne a nézet, a világnézet. Ténylegesen kevesebb feladat van, kevesebb munka van. Ugye főiskolásokkal Dunát lehet rekeszteni. Amikor meghallom azt, hogy vándorolnak ki tömegesen a fiatalok, hát én nekem a szívem elszorul. Figyelj, itt vagyunk itthon. Hát mindenhol máshol. De menjenek, Domi. Én meg azt mondom, igen, hogy menjenek. Igen, de hogy kritizálja azt. Perspektíva van, és lehetőség van, és munka van, és én jobb, azt mondom, hogy és nem csak az anyagi, hanem maga a légkör. Tehát elmész már egy másikhoz, és azt érzed, hogy más a rezgés. Tehát amíg itt ilyen rezgés van, és kimész mondjuk Londonban megteheted, és ott egy órát is leszállsz, és bemész a Piccadilly-re, és csak megállsz, egyszerűen azt érzed, hogy itt mindenki önazonos. Hogy itt mindenki értem, az, ami, és az lehet, és az akar, értem, és azt tudja. Ilyenkor megkérdezni az ember akkor is, hogy amikor jön a gyűlölet, meg ez az érthetetlen indulat, akkor megkérdezni, hogy fia öreg, de most kire haragszol? Tényleg rám? Mert nem rám haragszik. Dehogy nem is, én vagyok az okozója annak a helyzetnek, amiben ő van. De valahogy mégis rajta csapódik le. Nem tudom, szerintem inkább, hogyha azt mondjátok, hogy az jobb, én még csak egyszer voltam Londonban, akkor csináljuk meg itt a mi Londonunkat, ha úgy tetszik. Hát mondom, tehát persze, én nem mondom, hogy nem menjenek. Nekem vannak barátaim, te csinálj, amit akarsz. Persze, azért, mert angolul rossz van, viccesebb. Tehát lehet, hogy ez azért vidámabbak. Ez olyan, mint az angol használt ruha.
hogy elmész oda, mert elhiszed, hogyha egy James izzadta teli azt a kabátot, hát akkor az minőség. Ja. De figyelj, az is miért van, hogy Magyarországon szégyelned kell azt, amit van. Vagy el kell rejtened, vagy bujkálnod kell. Hogyha ezt becsületesen megdolgoztál érte egyébként. Nincs akkor a merítés, hogy tudjam-e, hogy ez magyar mentalitás, vagy nem. Lehet, hogy pont ilyenek a lengyelek is, nem tudom. Nem tudom. Most, hogy a lengyelek lehet, ilyenek, kis Jacek eldugja mindig a bankszámla kivonatát, nem tudom. Nem tudom, ez is egy ilyen fura mentalitás. Tudod, hogy egy olyan jó agyú, jó eszű, tehetséges nép vagyunk, de hogy rohadtul irigy, szóval, hogy ennyi irigy ember Magyarországon én még nem láttam. Nem éltem sok helyen, de nagyon sok ismerősöm él Dublintól kezdve Londonon keresztül Amerikában, és nem ez megy. És nem azért, mert gazdagabbak, hanem más a gondolkodás, más a mentalitás. Az ignorancia jótékony homálya mögé bújok ilyenkor. Tehát egyszerűen nem merek mindennel foglalkozni, mert akkor tényleg mi lenne? Hát elkeserednénk. Tényleg irigyek az emberek. Én most csak is kizárólag, mint a szórakoztatással foglalkozó, arra felesküdött ember. Szeretném, hogy ugyanúgy tudjanak az emberek szórakozni. 10 évvel ezelőtt egy jó szórakoztató műsorral milliókat lehetett a képernyő elé ültetni, és nem csak azért, mert kevesebb csatorna volt. Egyszerűen akartak szórakozni. Hát azt vágjátok, hogy a Fábri Show az első éveiben, hogy az egy mekkora volumenű valami volt? Hát azt milliók nézték, és szerették. De nem az a legelejétől. Tehát nem, annak nem is a volt egy nagyon komoly felfutása. Azért a Sanyi az első évben konkrétan bukdácsolt, és utána egy év kellett, ami abszolút játszik egyébként a Wunderschönnél is, ugye egy 9 adással indultunk. Meg kell adni az időt. Mindenne. Hogy meg kell adni az időt. Igen, a híresztelésekkel ellentétben 9. Elmondtuk egyébként a sajtótájékoztatón, és vissza lehet keresni, hogy volt egy felfutás, nyilván egy csomó hiba volt benne, meg egy csomó minden máshogy csinálunk, de hogy elindult. Hát az egy élőbe indult, hát az egy ne hülyeskedj már, ez mekkora meló. Elindult egy dolog, megfordulni látszik maga a tendencia, szeretik a műsort, kezdik megkedvelni, emelkedik a nézettség, de volt egy idő, ami kifutott. És ez így van, ez a szórakoztatásra való inger tűnik el egy kicsit szerintem, hogy nem tudod, hogy igazából mi kell. Nem tudod, hogy a magyar emberek akarnak-e még röhögni, vagy szórakozni. Vagy már egy szórakoztató műsort is kritizálva ülnek le nézni. Nem tudod. Tényleg nehéz. Bízom benne, hogy most mi kell akarnak a magyar embernek. Igen. Szerintem akarnak, persze. Fogjunk egy amerikai műsort, és fordítsuk le egy az egybe. Én nem arra hiszem, hogy működne. Tehát idehozott Conan O'Brien-t, és beoltod, besavazod, nem tudom, magyar tudással, magyar vérrel, magyar mentalitással. Nem vagyok benne biztos, hogy működne. És nem pontosan, vagyok benne biztos, hogy pontosan ez a lényeg, hogy ti is, meg mi is, tehát hogy még ennek ellenére merjünk újítani, belemerünk vágni dologba. És olvastam a Wunderschönről még mielőtt elindult, és engem az lepett meg, hogy nagyon sokan előre temették. Érted? Mert ha megnézik a műsoromat, a műsorodat, és azt mondják, hogy nem tetszett. Oké, ez van sajnos, úgysem, hogy tetszett. Persze, nem is de volt jó az első két-három rész, ezt találjon. De mi az, hogy úgy sem nézem meg, mert szar lesz, az mi? Igen. Az mi? Ahhoz mit szólsz? Mert ezzel nem nagyon tudsz mit kezdeni. Persze. Mióta vannak a Facebookon időzített bejegyzések, volt egy ilyen nagyon durva ráfutás, hogy egy később kezdődött a műsor, és én még nem voltam benne, és már megérkezett, hogy most is ugyanolyan szar voltál, mint mindig. És muszáj volt neki visszaírnom, hogy még nem voltam. Érted, hogy, ugye? Hogy ez milyen édi, nem? Igazán szerették. Szegény ott készült órák óta, hogy ő majd ezt így jó megmondja, és igen, elcsúszott az élő műsor, igen, akkor élőbe mentetek, és amiatt egy kicsit csúszott. És látod, még nem is voltam. És már kaptam. Már beküldte. Holnap lesz a sajtájotok? A könyvbemutató. A könyvbemutató. Anett biztos csinos lesz, de azért te is kapd ezt. Igen, valamit vegyél fel, Domi. Azt mondta, feldob egy kis szőlőzsírt. Én majd Anettet felkapom. Nem, ő nagyon-nagyon kemény kézzel fogta ezt a dolgot, tehát ő volt a projekt gazda. Azt mondta, hogy az ő irodalmi vénája és az én rossz indulatom ebből még lehet valami. És a rossz tévéműsor kapcsán született ez, és jó sokáig dédelgettük ezt a dolgot. Holnap este 6-kor lesz a nagy ősemlősről elnevezett és 2-es számmal ellátott bevásárló központ. Aréna! Igen, arénák. Ott lesz. Alikat bányáztak. Aréna 3. Aréna 3 ott lesz, igen. Nem, reklámozunk ilyet. Annyit mondok csak, hogy a 4-es 6-os megáll a Szénatérnél. Mindenki értett, hogy miről van szó. Jól ott van. Találkozunk, gyertek, fényképezkedünk, hülyéskedünk, szórakozunk, jöjjenek nyugodtan azok is, akik nem kedvelnek. Kapassátok le magatokat. Hát, mit csinálunk? Kapassátok le magatokat Pistával, ahogy ott álltok Anettel, hogy szép is legyen a kép. Igen, és hozzatok tojást, mert megcsináljuk azt, ami Balázsék műsorából eddig még kimaradt. Lesz még valaki ebben a kettőben, aki csak bevállalja ezt. Dobikám, köszönjük, hogy itt voltál, tetszik, hogy hasonlóan gondolkodunk. Köszönjük szépen, hogy eljöttél. Köszönöm szépen a meghívást, aztán remélhetőleg újra találkozunk. Nektek töretlen siker továbbra, és üdvözlöm a Morning Show hallgatóit. Még kettő van, Dobi. Még két hallgató. De a Morning Show-ra gondoltam. Ja, Morning Show-ra. Miből van kettő? Még két wunderünk van, azt hittem, arra gondolsz, hogy töretlen siker.
Miért? Már töretlen? De várj, hol tartotok? Hetediknél, kettő van. Hát kilencszer indultunk, és kettő van. Jó, még. Hát figyelj, ez elképzelhető, hogyha valami ennek a kis sajtóviszonynak kapcsán valami iszonyat kiugró nézettséget az utolsó kettő. Konkrétan a sajtó úgy hozta le, hogy ez a műsor megbukott és vége, hogy nem ültem le Kolosi Péterrel tárgyalni a folytatásról. Tehát ezért imádom egyébként a magyar bulvár médiát, akik egy cikk alapján lehozták, hogy megbukott, vége, végre kiherélték Balázst, az első nagy buktája, dögöljön már meg. Egyébként még én a Péterrel nem találkoztam, mert egy műsor, amikor lejár, mindig van egy megbeszélés, hogy hogyan tovább. Egyébként januárban minden műsor leáll. Nincsen csillag születik, nincsen X-faktor, hiszen reklámozás szempontjából nem egy fontos időszak. Kvázi most fogunk leülni, még, ma írta Péter, hogy beszéljünk adás után, hogy megbeszéljünk egy találkozót, hogy mi lesz, ennyi. És hogy lesz, és ha megnyitott, bejutott egy hírkereső Wundersön, akkor meg megy, hogy bukta, vége, leszedik a képernyőn. Meg a nézettségről egyébként csak annyit, hogy imádni való, amikor alá tudják támasztani a saját érveiket a nézettséggel, akkor véres ronyként mutogatják, de akkor, amikor arról írnak, hogy megbukott a műsor, akkor nem nézik meg ezeket a nézettségeket mondjuk visszamenőlegesen 3 hétre, mert akkor abból az derül neki, hogy egyre többen nézik a műsort. Tehát, hogy konkrétan jó a kérdés, nem tudom, hogy lesz a folytatás, nem beszéltünk még a Péterre. Tehát, hogy így áll a dolog jelen pillanatban. Hát de nézd meg, hogy mit írnak. Legyen. Én is nézegettem, készültem belőle, de én azt mondom, figyelj, és tényleg az elmélet végére egy mondat, hogy ez a tendencia, ami most megy, így unblock, ez ugyanúgy lecseng, megáll, és szerintem meg is fog fordulni, mert szórakoztatni, de mindig van igény. Tehát könyörgöm, hát ne vessünk egy jót, nem? Mindenki dolgozik, mindenki rohan, mindenki él, mindenki szeret. Egyszerűen dőljünk hátra, kapcsoljuk be a rádiót, kapcsoljuk be a tévét, és ne próbáljunk minden mögé valamit belátni. Persze. És bontsuk le azokat a kőfalakat, lehessen nekünk is viccelődni azzal, de másoknak, ha már egyszer azután a kontinens után annyira áhítozunk. Bizony. Akkor, hogyha Dombikám, ezt mondom... egyetértünk. Ennyi. És nyilatkozzon az, aki tud. Igen, ez, igen, ezt mi értjük. Nem lennének szóvizők. Dombovár István, köszönjük szépen, 3-4-10 múlt egy perccel, itt vagyunk mindjárt. Pontosan 10 óra mutatjuk a nap legjobb pillanatait. Vendégünk volt Tóth Gábor élelmiszeripari mérnök, ő rovatot kapott, minden csütörtökön lesz. Ma a csokoládét, a csokoládé Mikulást, a szaloncukrot jártuk körbe, mi az, ami jó, mi az, ami nem. És Győzike testvére megcsinálja a Titanicot. Happy end-el, dráma, elsüllyedés, katasztrófa nélkül. Arról beszéltünk, hogy milyen mondatok hangzanak majd el a hajón, és hogy lehet ezt megcsinálni. Ezeket a pillanatokat megmutatjuk újra. Pontosan 10 óra van, hívjuk a nap hallgatóját már is. De gyorsak vagyunk. Istenem, ez az annyira profi. Morning show. Az bizony, jó reggelt, hello. Sziasztok, üdvözletem. Hello, nem írtad alá, hogy hívnak. Feri. Hello, Feri. Na, ugye azt kértük orra reggel a hallgatóinkat, téged is, hogy írjatok Győzik és mondatokat, hogy mi hangzan el, majd ha megfilmesítik a Titanicot, mert hogy Győzike testvérének ez a célja, a Roma, Rómeó és Júlia után megcsinálják a Titanicot, de nem lesz benne süllyedés, halál, csak happy end. Tehát egy ilyen buli hajót csinálnak tulajdonképpen. Te azt írtad, more, én kértem a jeget a viszkimbe, de azért ez túlzás. Szerettük, úgyhogy ezzel te vagy a nap hallgatója, köszönöm jó? Köszönöm szépen, nagyon örülök neki, köszönöm. Hol hallgatsz minket? Pécset. Van már ajándékcsomagod tőlünk? Nem, még nincs, úgyhogy most nagyon örülök, hogy megnézhetem. Na, megkapott sapkával, mindenféle relikviákkal, Morning Show-s, Klassz FM-es kis ajándékokkal. Jó? Oké, köszönöm szépen. Köszi, hogy minket hallgass. Ciao. Természetesen. Sziasztok, köszönöm. Szia. Hello. Na. Gábor jön a kívánságműsorral, ugye 555-55-00, ez a telefonszám, itt tudtok tőle dalt kérni, mi pedig jövünk holnap. Szevasztok! Sziasztok! Ciao.